harangkondulással kezdődött a megemlékezés a napsütéses szombat délelőtt. Az ünnepségre Özséb napja adott alkalmat. A helyszínre pedig azért esett a választás, mert a szervező Tamáska Péter amatőr kutatásai nyomán arra megállapításra jutott, hogy a solymári várként ismert épület valaha Pálos kolostor lehetett. Ő maga így mesélt stábunknak kutatásai kezdetéről, amelyek egy a Pálosok budai sziklakápolnájában talált festmény nyomán indultak el. A vitrínbe találkoztam ezzel a festménnyel, Tomás Donabella velencei festő festette, Csenztóvába található meg. Az az kép ábrázolás, amikor a tébai szentpál, a névadó szentje Pálosennek testét hazahozza Velencéből, a hadjáratából a király, és ezt a testet hozzák fel a Pálos kolostorba. Ezt festette meg a Tomás Donabella, és én ezt úgy tekintem, hogy ez egy korabeli fotó. Így jutott arra a következtetésre, hogy a Mátyás dombon álló épület a Pálosok középkori Budaszentlőrinci kolostora volt. További kutatásai arra utaltak, hogy a solymári vár valójában Tinje határában állhatott. A középkori budai királyi várnak pedig a kolostor közelében kellett lennie. Ezek az elképzelések még nincsenek tudományos bizonyítékokkal alátámasztva. Éppen ezért lehetnek érdekesek azok az épület vagy építmény, esetleg útmaradványok, amelyeket nemrégiben a közeli Fehérhegyen talált Tamáska Péter. Ugye a kutatásom már egy 6 éve folyik, több újságcikk jelent meg Solymáron. Próbálom terjeszteni ennek a elméletnek, hogy a nagy közönség is tudomást szerezzen. Tehát ők már tudják, nem nagyon tudják elfogadni, mert egy 500 éves tabut kell feloldani. A Solymár határában álló dombon az 1930-as évek elején Valko Arisztid talált egy toronycsonkot. A 70-es években kezdődtek újabb ásatások, először Kozák Károly, majd dr. Feld István régész vezetésével. 2001 óta évenként dolgoznak a terület további feltárásán. A feltételezések szerint a vár 1355 és 90 között épülhetett, miután Solymár a Lackfi család birtokába került. Korábban Mátyás király vadászkastélyának tartották a várat. Az özsébnapi megemlékezésen előadásokat hallhattak a résztvevők. Páter Hess Attila pálos szerzetes a rendről és alapítójáról Boldog Özsébről beszélt, Ludwig Rezső aranyműves koronakutató Remete Szentpálról, Molnár Attila pedig a Szent Korona alkotmány időszerűségéről tartott előadást.
Feltehetően egy középkori városfal maradványait találták meg a Pilisben amatőr régészek. A 12 méter széles építmény 1 kilométer hosszan húzódik a földben Pilis, Boros Jenő és Csobánka között. A fal építéséhez laposra csiszolt, helyenként több tonnás köveket használtak. A feltárást végző szakemberek véleménye szerint a védmű a korához képest jó állapotban van. A régészek egyelőre nem tudták megállapítani, hogy a fal építéséhez használt kövek honnan származnak. Négy környékbeli település azt tervezi, hogy közösen tárják fel az egykori városfalat, amit helyreállítanának és turista látványosságot alakítanának ki belőle. Révet, ahol az átkelést végrehajtották, magyar révnek nevezték el. Azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hét magyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán. Mikor odaát voltak, tábort ütöttek a felhévizekig. Másnap pedig Árpád vezér meg minden főembere, minden vitézével együtt bevonult Attila király városába. Ott látták a királyi palotákat, egyeseket földig romban, másokat nem, és fölötte csodálták mindazt a kőépületeket. Anonymous Gesta Hungarorumából idéztünk, az általa leírt helyszín, ahol Árpád és vezérei bevonultak Attila városába, állítólag az a bizonyos ősi város a Duna partján, amelyről nem csak a magyar, de a nyugati krónikások is írnak, több középkori térképen meg is jelölik. Sőt, a francia hagyomány szerint a trójai eredetű frankok alapították. Többek szerint a helyén épülhetett fel az árpádkori, vagyis ősi Buda, ám hogy hol lehetett, vagy egyáltalán létezette, a mai napig vitatott. Köszöntöm Önöket, Forrai Mária Melinda vagyok. Mai műsorunkban Szikambriát keressük. Szikambria legkorábbi említése a 6. századból való, az ókeresztény püspök Tóri Szent Gergely ír arról, hogy a frank nép trójai eredetű, ősi lakhelyük pedig Pannónia. Alig 100 évvel később a francia Gesta Regnum Francorum ismeretlen szerzője is úgy vélekedik, hogy ezek a trójai eredetű frankok Pannónia határánál várost alapítottak, amelyet saját magukról Szikambriának neveztek el. Kézai Simon magyar krónikás szerint Attilának Szikambriában, németül Ecilborgban volt fontos központja, sőt itt is temették el. A városról a középkorban Olá Miklós, Túróci János és Antonio Bonfini is ír. Természetesen már régóta is sokan keresik Szikambria nyomait. Közülük az egyik legismertebb Sashegyi Sándor, aki szerint a mai Pomász területén volt. Noszlopi német Péter topográfus viszont Pilismaród környékén kereste. Az utóbbi években néhányan a Pilis északi részén, a Dunakanyar közelében, mások pedig a fővárostól kisé északra keresnek, és találnak különböző romokat. A kutatók egy valamiben megegyeznek, a legkorábbi árpádkori Buda ott volt, ahol korábban Szikambria, de ez nem azonos azzal a helyjel, ahol a mostani Óbuda található. Mielőtt bemutatnánk három Budapest környéki kutatási helyszínt, hallgassuk meg, hogyan ír Antonio Bonfini, humanista író, Szikambriáról. Óbuda fölött, a Duna ugyanazon partján most egy ősrégi város nyomai láthatók, és hatalmas kerületű falak tárulnak fel. A maiak Szikambriának nevezik, a szikamberekről, Germánia távoli népéről, mert maga e város egykor a germániai Szikamber kisegítő légióról kapta a nevét. Itt Óbudán Mátyás király idejében kiástak egy követ, amikor Beatrix királyné templomának az alapjait megvetették, ezzel a felirattal: a szikamberek ide őrségül helyezett légiója építette a várost, amelyet a saját nevéről Szikambriának nevezette. A
Tamáska Péter kutató szerint a Nagykevény nyugati oldalán, pontosabban annak előhegyén volt Szikandia. A Solymári várból éppen oda láttunk. A Fehérhegyen volt úgy a Szikandia vára, de a Szikandia rójaiak itt építették fel a városokat, várukat, utána Attila ugyanebbe a területre helyezte át székhelyét, és utána Attila gyomdokába jött Árpád, aki szintén ezeket a romokat találta meg a Fehérhegy tetején, és alatta Attila városát. Találta ott valamit, ami alátámasztja, hogy ott egy vár állt? A hegyen semmit nem találtam, de ugyanakkor találtam egy hatalmas kövekkel kirakott utat. Ugye először azt hittem, hogy ez egy megerősített út, 14 méter széles volt. Na de kiderült, hogy ez nem is út, egy fal. Több embert hívtam a Történeti Múzeumból, régészeket. Úgy néz ki, hogy ez egy ismert falépítési módszer. És hol van ez a fal konkrétan? Ez szépen ezen a gerincen a vártól. Tehát a Fehérhegy. Fehér gerincén megy le, Pilisboros Jenő felé. Odáig kimutatható. Tovább utána már nem nagyon látszik. És mi lehetett ez? Itt volt a központ, tehát itt azért nem csak a vár volt, szerintem itt még akár több épület is lehetett, templomok, katedrálisok. Nem olyan jellegű volt, mint itt lent a hegy alatt a város, tehát nem város volt, de hát a királyi központ itt volt, valószínűleg védelem. De ez nagyon régi, tehát ez nem középkori fal. Tehát mondjuk Szikandriának a külső fal része? Hogyne, az egyik része. Hát ez az, amit Bonfini látott, amikor ő kereste a római köveket, és ő mondta, hogy itt még látható a Szikandria fal. Tehát tulajdonképpen Attila városa a hegytől északra van. A volt Óbudas pedig felé nyugatra.
Na, akkor a napi rendben gyorsan átfutunk a Budán, és utána a szemkoronázunk. Jó. Jó lesz, hogy? Jó. Szemkoronázunk gyorsan. Na, gyorsan. Nem fog, de azt hiszem, hogy ugye az István még már tudnak a Te Buda koncepciódról. Nem tudom kívülről sem. Jó, kívülről nem tudnak. Ja. De nem is, csak fővonalakban. Olyan szinten, akkor hogy... Akkor fölvezessem? Igen, mert például azt nagyon jól tetszett, amikor azt mondtad, hogy ezt észrevetted abban, mert Gábornak is odaadtam ezt a idézetet, és azt a körülbelül tudatlanak a hideg. Hogy a keramisra jut eszembe, hogy érdekel. Gorbola, a tip, budai házába tip, nem tudom milyen utca az, november 14-én, és december 5-én tart előadást, az egyik a piramisok, a másik meg a korona, és az a kapcsolatban volt. Tehát ugye én... Ha érdekel benneteket, gyertek el. Jó. Ugye hogy kerültek az egészben? Parancsolj. 12 évig a Solymári Konzervatív Kört vezettem, és nagyon sok embert meghívtam oda előadni. Mindenféle izgalmas előadások voltak a 12 év alatt, ez minden héten egyszer volt egy ilyen előadás. És ugye én véletlen folytán a Péter kisebbik lánya és az én nagyobbik lánya osztálytársak voltunk innen, voltak, így volt egy közös kapcsolat, és Péter felvetette egyszer azt, hogy hát ez a Solymári vár, ez nem biztos, hogy vár volt, innen indultunk ki. Illetve ez volt az alapgondolat, ami mentén eljutottunk végül ahhoz, hogy valahol itt kellett, hogy legyen akkor a Ős-Buda vára is. Mi volt az alapgondolata? Az, hogy a Solymári várnál, amikor a feltárások volt, akkor a Péter javasolta a föltáró régészeknek, hogy az ő koncepciója szerint itt-ott még kéne ásni, nem csak ott, ahol ők gondolják, és kutatóárkokat, és javasolta, hogy egy bizonyos helyen ott biztos, hogy kell, hogy legyen egy őrtorony egy bejárattal, ezt nem fogadták el, ő elkezdett ásni, és csodája, két kezi munkája eredményeként ott, ahol mondta, ott volt ez a bizonyos fal. Ez gondolkoztatott engem először azon, hogy a Péter nem lehet olyan hülye a dologba, hogyha... Finomított, hogy ebben a dologban. Igen, rámutat egy helyre, és ott tényleg megtalálja azt, amit mondok. Egy láda sörbe fogadtunk a felbe, hogy ott nincs semmi, erről még nem emlékszem. Ő ott volt. Hát ő ki volt a diákként? Így van, ő ugyanaz. Melyik az a kép, ahol minden nincs, azt nem látom, az az ásatás. Te régészekkel voltál itt? Én régész hallgató is voltam, igen, mert történész vagyok. Tehát a foglalkozásomat illetően bele tudok szólni régészeti dolgokba, de nem nevezném régésznek magamat, hiszen nem vagyok fiatal is vagy. Én itt akadtam meg először azon, amit ő mondott. Másodszor akkor, amikor ugye felvetette azt, hogy ugye a régi feljegyzések szerint... Ott van. Igen. A Buda Szentlőrinci kolostor tornya árnyékot vetett. Árnyékot vetett a Buda várára. Ugye, hogyha ugye elfogadjuk, hogy ez nem vár volt, hanem valóban ez volt a Buda Szentlőrinci kolostor, akkor ennek a közelében, hiszen az árnyék olyan nagyon hosszú nem tud lenni, hogy a várra igen, árnyékot tudott vetni. Tehát valahol a környéken, akkor... Helyesbitek, a város falára. A város ott van fent a Fehérhegyen. Bocsánat, csak ez ilyen forrásban volt. Tehát ez az adat, hogy Egerer Andrásnak a könyvében, ő mint szemtanú, tehát ő ugye hát úgy szemtanú, hogy ő közel volt ahhoz az időszakhoz, 1630, ha jól tudom, a könyvében ott van a Széchenyi könyvtárban adatolva, ahogy szoktam mondani Lánszkinbe, és ott őre hivatkozott. Tehát ő teljesen rendben van, ez... Utána sok ember hivatkozott. Ugye a pálosok, emlékeit kutatva, Péter megtalálta azt a festményt, amely ugye a pálosoknak a Częstochowai templomban
lévő. Ami ott van, látszik is, ott az a folyosó végén, egy nagy alakú festmény. Igen, amelyen az látszik, hogy a pálos kolostor körül víz van. Nem ez látszik, hanem ezt észrevettük. Azt mondjad, hogy mi ez az a dolog, amit megfestettek, mert ez fontos, hogy a pálosok honnan, hová viszik a testet. Mert ezt a lengyelek azt mondták, hogy ez a Buda vára. Jött a levél nekem Csehszlovából, hogy tévedek, az nem a pálos kolostor, hanem Buda vára. Holott érdekes, hogy a anyagukban meg alá azt írják, hogy a testet viszik fel. Aztán kezembe került egy 150 évvel ezelőtti katonai térkép, amelyen a Solymári vár körüli terület, mocsaras vízes területek van ábrázolva, és teljesen szögletes, mellvédszerű falak körül folyik a víz. Ez egy 150 évvel ezelőtti, tehát nem évszázadokkal ezelőtt, de egy 150 évvel ezelőtti térképről beszélünk. Ez újabb gondolkodóba ejtett, hogy ugye ez a festmény, a 150 évvel ezelőtti térkép, és az a megjegyzés, hogy hogy árnyékot vetett a város falára, ez már három olyan adalék, ami nekem legalábbis mindenképpen elindított arra, hogy akkor itt, amikor te kivittél a helyszínre, akkor már más szemmel nézzem a környezetet. És akkor kivitt arra a területre, ahol állította, hogy ott kellett, hogy legyen egy várterület, vagy építkezések, és hát, mint látszik, ott állok én magam is, és ezen a tűnőn... A város fölötte volt, tehát a kronikák is... A mai Jósan mögötti terület. Egy jó nagy terület. És mindenütt ilyen kolostorfedéses cserép darabok jöttek elő. Palotáknak a vastag tetőcsere. De ott van a gyerekek, ott van a hordó, tele van, csak ennyit tudtam éppen összegyűjteni a terepről. Tehát fönt vannak a gyümölcsös kapálás közben, a tisztítogatás közben kerültek elő, és dobálják fel ilyen követőt. És hát tömegével kerültek elő ezek a cserepek, és ezek után a helyi sváboktól érdeklődtünk, hogy hát mi lehetett itt. És azt mondták, hogy hát ezt korsós gyűlőnek hívják, hát a korsó az egy ilyen íves kerámia, tehát ez a két dolog összefüggés mutatott, sőt, ugye azt mondták, hogy most ugyan barackos, de azelőtt itt szőlőültetvények voltak, és a török leírások pedig azt mondják, hogy az elpusztított város helyén szőlőtelepítőcsek és gyümölcsös. Ez megint érdekes. Elpusztított város? Totálisan. Ez egy konkrét fordítás? Nem, hogy ez, hát ez erről többen írnak, Szinán Pasa, ja, számékezés, hogy vétkes hiba volt az, amikor a törökök elpusztították Vertus Budát, Óbudát, mert ők azt mondták, azért teszik, mert a új országot csak a réginek a romján lehet felépíteni. Tehát ez, de csak Óbudát, érdekes volt, a új Budavárát, ahol később ugye a negyedik bérépítő, azt elfoglalták. Minareteket építettek, megerősítették, nagyon erős lett, de nem a mai Budát. Tehát azt, tudnék, a következő az a nagyon fontos, ez egy tévedés oka lehet, Óbuda eltűnt. Tehát azok a metszetek, amiket itt látunk sorra, amire oda van, hogy Vetus vagy Óbuda, az nem az Óbuda, mert tudnék, ha ez igaz, hogy a török elpusztította az 1700-as metszetek, nem lehetett Vetus Buda, mert nem létezett. Hát azt már 1560, ahogy írja Cselebi, igen, már 1560 az öregek emlékeznek vissza, 1600, nem tudom hányas években, hogy itt egy régi város volt, de ma már csak, ahogy mondod, szőlők, és tehát ez Cselebi. Tehát nem létezett, nem lehetnek 1700-as négyzetek. Nekem ugye ez már az ötödik adalék volt, ami elgondolkoztatott. Utána ugye én a Lánszky Imrét meghívtam többször előadni, aki ugye azt állította, hogy a várnak egy gázló mellett kellett lennie, hiszen vízzel vették körbe, és hát ugye ő azzal érvelt, hogy a mai Pomáz és környéke az egy vízes terület volt, ugye amit
mai napig is sokszor veszélyezteti a Duna azt az Omszki tó és környékét. Tehát ott az egy vizes terület volt, és hogy ott valóban gázló volt, és ugye hát a megyer területek között gázló volt a Békás megyer és a Kápolcás megyer között, tehát ott valami valóban átkelő volt a vízen. Igen, ám, de amikor a Péterrel kimentünk a helyszínre, akkor ezeket a falakat és utat találtunk végig egészen abba az irányba mutatóan, ahol az a bizonyos gázló Budakalász felé, de nem ilyen két méter széles kövezett utat találtunk, 14. hanem 14 méter széles. Na most 14 méter széles utat, kövezett utat abba az időben, egy kis jelentésű hely felé. Azóta változott a dolog, az nem út volt, tehát Bakai Kornél professzor is kint volt, az egy fal volt. De a széleség az egy állandó széleség. És lehetett út a tetején. Lehetett, de az biztos, hogy centivel kimérhetően 14 méter szélesen, megy végig kilométereken keresztül, itt az. Itt van, tehát ez az, amit egyértelműen látható, tehát ezt felmérték a Műszaki Egyetem. A többi azok már részben nyomokban, és ez a vastag erődítményfal, ez felmegy egészen a Fehérhegy a várhoz. Na most egészen. Tehát a többit nem találtuk meg, mert ugye van még egy maradékot, ami megy Pilis Boros Jenő felé, de csak egy nagyon kicsi ott voltam. De ekkora erőfeszítést, hogy több kilométeren keresztül készítsenek falat, utat, bármit. Onnan. Nem a betelepült németek csinálták. Igen, de Budakalásztól fölfele ehhez a Fehérhegyhez. Eznek oka kellett, hogy legyen. Tehát tulajdonképpen el lehet kezdeni vizsgálódni. Tehát igen, hivatalosan, mert olyan dolgokat található ezen a területen, olyan dolgok találtak a területen, ami nem odaillő, nem egy szőlős borász terület vidéknek a... Ráadásul ugye a korabeli leírások, és akkor hát ezt a térképet tudnám mutatni, csak erre Gábor nem nagyon látta. De a lényeg az, hogy ez a terület, igen, itt, ez végig homokos, kavicsos terület. Végig. Egy mederszerű. Olyan, mint egy meder. Tehát igen, mai napig itt nádas van. De Csabánál is, nem csak itt. Végig, hogy? A tízes út mentén ott van. Mintha egy ág lenne. Erre azt mondják, hogy azért, mert nagy a talajvíz, oda vezetődnek a vizek. De a Solymár völgy, mert folyik az Aranypatak, ami mit tudom én, milyen széles. Igen. És végig ementén, Vörösváron, Szent Iván, stb. Tavak vannak. Igen, végig. Igen. Sőt, a helyiek elmondják, hogy ja, hát Vörösváron voltak még tavak, csak azokat betemették. És ugye a mai Terra Nova gyár, az ugye ez egy óriási murva, Kettő. És ugye azt mondják a hozzáértők, hogy murva az micsoda, az egy olyan dolomit anyag, ami azért alakult ki, mert ott folyamatosan melegvízű forrás víz alakította át a mészkövet. Tehát ott melegvízű forrásoknak kell. Nem akármilyen, nem ám egy kicsike, amit ahogy a krónikák írnak Budapest. Hát, hogyha egy hegyinyi urva van, hogy megér belőle a Terra Nova, akkor az hatalmas. Van itt több helyen, de az egy nagyobb kiáramlás lehetett. És hogy miért tűnt el, ugye az nagyon egyszerű, ezt a hidrológia, ugye tudománya azt mondta, hogy a statikus nyomás visszaesett a területnek. Mi lehetett a statikus egy folyó például? És akkor most miért nem találnak meleg vizet a túrán? Mert nincs ott a folyó. Amit mondtam, hogy az a folyót levágták. Lejjebb ment egy. Aha. És lenni lejjebb, különben megvan ez a víz, tehát amikor a sivatagban keresünk vizet, és tudjuk a régi térképek szerint, hogy hol folyt a folyó, ott le lehet ásni, és bizonyos mélységben biztos, hogy találunk. Na most ezért mondom, hogy egy kutatófúrás kéne ezen a területen ezt közölni, de vele még vannak, csak nem adják ki az eredményeket, mert tudnék, ők azt mondják, hogy nincs gond,
itt tényleg a Duna folyt. Tehát ez nem vita. A Skumán Katinál ott vannak a papírok. Hát de kiértékeljük, én biztos nem fogok. Én ugye próbálom úgy tárgyilagosan kezelni ezt a dolgot, hogy a Péter biztos, hogy elfogult, és hát bizonyos dolgokba belelát. Olyasmit is, amit esetre. Én ezért próbálok most csak tévedéseket. Volt egy-két tévedésem. De hát a másik az, ami szintén gondolkodóba ejtett, hogy aranyozott mozaik csempéket találtak a Solymári vár feltárásakor. Tehát egy vár, ami csak őrző-védő szerepe van, ott aranyozott mozaik csempét én nem tudok elképzelni, hogy miért raknának. Kicsit drágítaná a dolgot, nem? Akárhova. Mert hát nem csak azt találták, hanem a mozaik, ez tető, tehát aranyozott tető cserép, és mozaikot, az a csodálatos, amit a Budai várban is találtak, meg még valahol Vácon, ami az a víz, az óra, vagyis a homokóra. Itt van, megmutatom a fényképet, tehát ezt is ott találták a médicében. Tehát ugye, olyan méles dolgok, hogy ez elgondolkodható volt számomra, hogy egy történeti gyűjteményben ott van. Miért van egy Solymári várban aranyozott tetőcserép, mozaik. De vannak képek is. És ezek után megleptél minket azzal, hogy a régi feljegyzések azt mondták, hogy a Solymári vár, az a Pilis Csaba Tinje területének találkozásánál volt. Van a hármas határ találkozásnál, és ez nagyon messze van a jelenlegi Solymári vártól. 20-22 km. Na most, hogyha a korabeli leírások egész máshova helyezik a Solymári várat, akkor ez biztos, határjárás, nem egy akármilyen. Biztos, hogy valami más volt ez. Amit most és kimentem a terepre, és ennek alapján meg is találtam azt a anomáliát, terület, egy hatalmas törtés, képzeljétek el, ami 150 méter hosszban és 9 méter magasan fel van építve. Nem tudni, hogy egy szőlőhegyen ilyen mérni munkát nem csinálnak. Vannak ilyen kisebb elválasztó vonalak, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, mindegy. De ilyen ez hatalmas munka kellett. Tehát ez már a hetedik olyan tény volt, ami bizonyos fajta együttállást mutatott. De még egyet ne felejts el, a Percodes, ami keményen harcolnak a nyelvészektől kezdve. Olyan vizét kaptam, mindjárt megmagyarázták, hogy hol vizet. Ott van hol van? Ott van. Szent Teste Budának felől egy Küsmér földön, Szent Lőrinc kalastrómában, stb. Tehát itt a kis mellföld, ott van, és arra azt mondják, hogy ez Dimeile szóbor eredeztetik, tehát a értelmező szótár abba pedig azt jelenti, hogy mérföld, hát ugye Dimeile. De hülyeség, mert már ki lehet húzni, mert nem magyar. Hát hogy kis mérföldön található, ilyen hogy lehet innen. De az sem igaz, mert utána egy akadémikus írja, ott fönt van kifénymásolt, azzal a címmel az írását, mérföld nem mélyföld nem mérföld, ezzel a címmel. Mert ugye azt akarják minden, hogy ez nem mélyföld, hanem mélyföldet jelent. Ez egy mélyföld. Na most hol a legnagyobb, a legmélyebb pontja a medencének? Solymári medence. Az a legmélyebb pontja a Vörösvári. És hát akkor én nekem a nyolcadik pont, az, amit legutóbb átküldtél, az, hogy a korabeli leírások szerint a Ősbuda vagy Óbuda kelet-nyugati irány. Nem, vigyázz! Ezért nagyon veszélyes, mert az már nem Óbuda, hanem Új-Buda várát, ahol a törökök valóban berendeztek. Kelet-nyugati irány. És ugye az összes további leírásból az derül ki, hogy az illető, aki ezt leírta, nem analfabéta abba, hogy betájolja a területet, és hogyha vasárnak a rokona, tudatosan írja le, hogy kelet-nyugati irányú, akkor a jelenlegi Buda, az biztos, hogy nem lehet azonos ezzel. És ráadásul leírja, hogy hatalmas, a vár jóval magasabb, mint a többi, olyan, mint egy gályának. Tehát ott ecsetelő. Ez a nyolc tétel vezetett el oda engem, hogy erről mindenképpen társalogni kell,
olyanokkal, akik valamilyen módon szakértők ebben, és nem lehet eltolni ezt a gondolatot azzal, hogy a Péter az nem csak az, nem szakértő. Nem csak bárki, vagy... bárki felhozzá, tudom, hogy ilyenkor a végad is azt mondja, hogy ő Budán megtalálta az összes leletet, ami a királyainkra vonatkozik, tehát milyen Budát akarok én neki mondani. Persze, hogy megtalálta, Visegrádon is megtalálta. Mm. Ez ki mondta ezt? Vég Andris. Na, ő nagyon aranyos, hogy sokszor követ. Én nem akartam, csak felvezetőként. Sokszor. Én a kabátomat megtalálom, mert fázom egy kicsit. Van ott egy kis takaró. Majd de hozom a kabátot, jó? Mert tudod, a Ági szokott a... Hát én majd mögém tettem ezt a pár. Igen, és hát ugye még annyit nem mondtuk, hogy ott lehet látni azon a fotón, hogy oda rá montírozott a Péter egy váromot. Ha oda fölgyalogoltunk, ott valóban 8-10 méteres kőfal maradványok vannak így eldőlve, óriási méretű tömbök. Tehát a kulcs, a fontos a Duna. Mert ezt mondja Enzmann Laci is, hogy gondol, hogy itt a Duna folyt. Múltkor, talán tegnap jutott eszembe, hogy hát tényleg, mert mindig mondjuk, mutassak térképet. Hát a térképen nem látszik, de látszik. Látszik, mert a régi térképeken két szigetet kutattak a Dunán. És ugye a Dunának nem lehet látni a Dunakanyarnak a kampóját. De lehet látni egyenesen két szigetet. Mondom, az alsó a Csepeli, ami lehetett sokkal nagyobb. Sokkal nagyobb, mint a mai Csepeli sziget, és a fönti, a Pilisi sziget. Mert ugye nem, tényleg nem látjuk azt a térkép részletet. Na de azok nem ilyen léptékűek, ott látom Ausztriát azon a térképen, meg Balaton. Hát, jó, hát a léptéket nem lehet számon kérni. De akkor, akkor, ha valami haditudósító csinálta meg, hát az, aki osztrák... az nem 1500-ban csinálta. És az osztrák fölmérések mit mutatnak esetleg? Hát, nem tudom. Mindegy, az biztos, hogy az ott egy hokvölgy... Lázár az mikor itt térkép? 1528. A Lázár térkép az úgy készült, az a legrégebbi talán. Az a legrégebbi, de az a legrégebbi ismert Magyarországról. Arról azt kell tudni, hogy valószínűleg még a Jagelló korban elkezdhették, és valamikor... Hát emléletek ott volt, akkor még az a Duna, amiről beszélünk, tehát akkor még létezett. Hát akkor még igen. Hát ha létezett a Duna, így van, de a koncept, tehát tulajdonképpen én azt mondom, hogy a Habsburgok vágták le. A 111-esnél megy a töltés, ha arra jártok. Na ez volt tehát volna a kérdés, hogy az összekötetés Eszter, tehát hol a folyamatot megszakad valahol? Hát hogyha a Dunán? Előveszünk egy Google térképet, és az Esztergom előtti területet nézzük, akkor itt egymás után három ilyen ív látszik. Az egy visszavezetett. Egymás után, tehát olyan, mintha ilyen íveket pakolnánk egymásra ebben a völgyben. Tehát, mintha egy szándékos terelés lett volna több ütemben. Cirrus, ki volt, aki Babilonnál a Eufrátesz terelte? Ókorban. Kürosz. Kürosz. Hát nem volt nehéz, meg lehetett csinálni, nem egy ördöngös dolog, ráadásul nem volt akkora Dunaág, ugye, mert akkor megoszlott a Dunának a kép. Hát és láttuk azt, hogy az úrok bármire képesek voltak, hiszen eltervezték, hogy a Balatont lecsapolják. Igen, az az ő gondolat. Hát ez a hatunk gondolat volt, így van, tehát ez egy természetes dolog volt náluk. És a Pilist nagyon gyakran szigetként írják le. Azt a pálos anyag aktákban többször úgy szeret, hogy inzul a Pilist. Na most ezek szép, ezek kezdetnek nem rossz. De hogy ebből konkrét bizonyítékot, hát ahhoz tényleg ezek a fúrásokat kéne, mert ha most lefúrunk és megállapítják, hogy 3-4 méterre ott a víz, ne adj Isten, még kettő. No, akkor azt nem tudják megmagyarázni, miért van. Akkor azt mondom, Gábor is ott volt, amikor a Lánczky azt mondta, hogy a vizslája vizet talált. Ugye vizes volt az arca, és akkor megtaláltak egy kutat. Ott fönt és akkor ott fönt volt egy olyan dolog, azt hiszem, mert én is ott voltam, hogy az a terület ott miért nem nőtt be, mert hogy valami katedrálisnak a kő ott lapja van,
És azért nem nőhetett ott ki semmi. Azzal mi újság? Azzal lett nem valami. Tudjuk, hogy mi az. De ő azt nem mondja, hogy az Buda városa, Óbuda városa. Vagy ez a hajó vasalónak a vége. Az meg a vár, a fent az a kerélyek alatt. Hát az egy vár. Hát vár, több vár volt. Hát ott hány vár volt? Buda, az, hogy a török leírás, hogy öt erős vár volt. Hát írják folyamatosan, hogy ilyen ágyúszorok. Jön a... Hát hogyha ott egy gázló volt, azt a gázlót védeni kellett valahogy. Mindegy, lehetett a Kartmál nemzetségnek a birodalmát. Kurszár Kartmál az nem voltak kicsi, ugye hát Kurszár, ugye az a további családi vonulat, Kurszár Kartmál. Kartmál, nem az a bajom, az a baj, hogy a Lánszky, meg a sajnos hát a herceg Feri Ferenc, akkor a Szörényi, tehát a nagy erők vonulnak ott azon a területen, próbálják azt, hogy Óbuda ott lehetett. Sőt, az örülök is neki, hogy Fehérvárat is oda akarják tenni, mert az aztán már tényleg képtelen eset. Tehát azt tudjuk, hogy a katonai szakmunkák, azt itt írom, ott van a könyv különben, megszereztem, ezzel amikor még a Átkosba írt a Veres Csaba, Sikorsi Gyula, hogy a Habsburg katonai szakmunkákban írják, hogy a Székesvár Budával, az Esztergomban egyforma távolságban lévő egyenlő erejű háromszöget képet. Adott a dolog, hát ismerem Esztergomot, ismerem Budát, akkor ki tudom. És ezért gondolom, hogy az a Watson-féle meccet, ahol Vác és a Duna azt írja a filme, hogy az olasz meccetben, hogy így van, hogy az reális. Tehát ezt komolyan kell venni, hogy a Duna vette körül. Ebben a török leírásokban nagyon érdekes, hogy úgy tudta bevenni Fehérvárat a török, hogy leszállt a köd. És hogy ugrott, hát persze, hát ott tudtad, augusztus végén hozzá kell tenni, nem télen, novemberben. Tehát leszálltak őt. Ez persze a Sárvíznél is belefér, mert a Mocsárnál is van. De ugye azért azt mondom, hogy ha már itt járunk valahol Buda és Esztergom közelébe, akkor... Nekem ugye nagyon logikusnak tűnik az is, hogyha szakrális királyok voltak Magyarországon, ugye, és a szakralitást azt egy örökletes dolognak tekintették, akkor ők mindenképpen egy szakrális központban, tehát a Pilisbe kellett, hogy helyezzék a központjukat, és nem azon kívül. És a mai budai vár, az mindenképpen kívül van a Pilis szigetéről. Ha ezt... Na várjál, hogy mondod? Tehát te most a Pilisbe akarod a szakralitást? Így van. De ez egy hiba volt. Mert emlékszem, még a Gáborék is annak idején, mindenki a Pilisi szindróma, ugye? Tehát, hogy a Pilisbe van. Ez a széle. Tehát a Dunát, a Pestet nem lehet, Pestet, Budát nem lehet távolabbra rakni. Mert azt a törökök egyértelműen bizonyítják, hogy elindultunk Budától nyugatra, megpihentünk Óbudán, és tovább mentünk a Bécsi út felé, és onnan Vörösvár 4 óra, Vörösvártól pedig 4 óra Esztergom. Tehát pont középen volt Vörösvár. Tehát Buda, Vörösvár, Esztergom. Hol 4, hol 5 órát mondott? Ezt a képet még nem mondtuk, ugye ja, hát igen, a Budavára korabeli térképen Pestújvár van ráírva, a mai budai vár. És erre mit mond a hivatalos történet? Tudomány, tessék? Nem hivatalos, mert szerintem ne használjuk ezt a szót, hogy hivatalos. Mert... Hát amit a tankönyvek egyetemben tanultatok, hát ez a hivatalos. Ja, a Pestújhegyi várat azért nevezik Pestújhegyi várnak, hogy fogalmazzam, hogy mindenki értse, tehát itt a tatárjárás előtt a mai budai vár területén, tehát ahol ma a vár palota található, ott ugye jelenlegi ismereteink szerint nem volt semmi. Vagy legalábbis nem volt egy olyan komoly település, amire azt mondtuk volna, hogy ez, igen, hogy ez a forrásokban kihámozható. Tatárjárás, így van. És amikor történt a tatárjárás, ugye revolúnak innen a tatárok, akkor magára a várhegyre, tehát a budai várhegyre történik egy feltelepítés. Most ahogy történész, annyiféle elképzelés van erről, mert nagyon kevés számú forrására rendelkezésünkre, és azok is többnyire későiek, de ezek alapján tudjuk, hogy a pesti lakosságot azt feltelepítik ide Budára, de pontosabban ez az, hogy az nem Buda. Buda. Hát azt mondják, hogy a Gellért oda ott temetik el a Kelenhegy aljába, tehát az Pest, és írja, hogy Pesten temetik el, nem Budán.
És ez olyannyira élő hagyománynék, hogy egyébként ugye Buda városának a pecsétjén is, ugye hiába hívja magát Buda városának egy saját magától kiadott oklevélben, a saját pecsétjén meg az szerepel, hogy Pestújhegyi vár. Érdekes. Mikori pecsét? Mikori kiadott? Ez a középkor folyamán végig van. De melyik? Ez hát nyilván a tatárjárás utáni. Tehát a 13. századtól kezdve a 16. századig végig az összes budai oklevélen Pestújhegyi vár van? Pestújhegyi vár van, igen. Tehát az van rajta, hogy Cassi Novis Montis Pestiensis. Ez kőkemény. Nem tudom, ez mennyire hiteles. De ez hiteles, erről több. De ha folyamatban van, akkor... Meg tudom mutatni neked, ugye... Jó, de ez még nem biztos, hogy azt mondják, hogy ott volt a Buda. Azok levelek ugye online elérhetőek, ma már szerencsére. Igen. Ugye az összes közben... De akkor a kont per kontra, akkor mondhatjuk azt, hogy van egy oklevél, amiben Pestújhegyi vár. Több oklevél. Majd javaslom neked, hogy nézd meg, ez is fel van interneten, van ilyen, hogy... Kubinyi Andrásnak a Budaváros pecsét használatának kezdetei. Ez ugye a pecsétekről szól, de rengeteg minden van benne számtalan adattal, és lehet, hogy olyan is van benne. Jó, ezt meg kell vizsgálni, de akkor se stimmel a török leírásban, amikor azt írja, hogy Budától elindulnak nyugat felé, elérik Óbudát, és akkor ez Budától Vörösvár 4-5 óra járás. Több részben. Itt van most nekem. Ott van a széken, azonnal meg tudom mutatni, hogy melyik részére van, de ezt higgyétek el, így van, és akkor ha Pestújvártól indulnánk, ha azt mondjuk, hogy akkor az a Buda, amit a leíró ír a török leírásba, akkor az nem 4 vagy 5 óra, az sokkal hosszabb, ha onnan indulok és érek Vörösvárra. Hát hosszabb, legalább. Egy harmaddal, vagy nem is tudom. Nem duplája, de egy harmad, vagy két harmaddal. Tehát innen elindulok, és úgy megyek Vörösvárra, tehát a mai Budától, az hosszabb, mintha Ürömhegytől megyek. Na jó, tehát tulajdonképpen lépjünk tovább, mert az a legjobb ilyenkor, most azt tehetjük a legjobban, szűkítsük a kört. Hol nem lehetett Buda? Jó? Tehát, Óbudáról beszélünk, jó? Tehát Óbuda mondjuk 3 kilométer és volt a két város között a távolság, nem voltak, szinte összenőttek. Tehát ide is, hogy elindultak és fél óra át is ment Óbudán a török csapat. Tehát hol nem lehet Óbuda? Mert akkor tudjuk, hogy egyrészt, hogy fönt északon Pilisben, Duna Pilis Maróton van Budat, aki oda teszi. Vetráv József Padocsa például, így van, Oszlopin, így van, segítsen, mert ezeket is ismered. Tehát a német Péter is volt. Igen, így van. Na most annak függvénye, amit a török utazók írnak, az abszolút. Tehát meg a másik, hogy a Dunának az a része nem volt bejárható szárazföldön. Nem volt kirobbantva még az út. Tehát átkelő valószínűleg, hogy nehezen volt. Hát meg mondom, ezt tényleg több helyről hallottam, hatalmas izék voltak kifeszítve, ilyen karvastagságú láncok. Hát ott nem mehetett hajó. Meg hát ugye még Visegrád, még ott volt a magyar előtt. Hát ott széplőtték volna, ott meg nem is ment a török arra. Mindig csak ezen a vonalon. Most ez a baj, hogy ha ott nem mehetett hajóval, akkor hol jártak hajóval a törökök? Mert ugye mondják, hogy akkor hol jártak hajóval? És Buda volt a határ, és Buda volt a határ, mert azt mondták, hogy a török, az iszlámnak a határa az Buda. Tehát akkoriban, amikor Szulejmán és a török, mindig azt mondták, hogy a Buda volt a határ, onnantól kifelé, mondjuk kelet felé rész, az már nem a török területük. Addig, míg Visegrádot el nem foglalták. Az fontos a Visegrád elfoglalása. Az nagyon fontos, és az, hogy Tatárt is elfoglalták, azt mondtam, amikor beszéltünk, meg az is fontos volt, mert mindig jöttek a Győr városából, és Esztergomból többször elfoglalták a magyarok a németekkel, és ezt megtisztították a törökök végérvényesen, tehát Esztergomot elfoglalták, Tatárt elfoglalták,
Győr le is rombolták. Győr az még ott stabilabb volt, arra volt egy ötletük, hogy akkor felmennek és akkor bár, és onnan hátulról bejönnek Komáromra is mennek, és akkor erre nem számított a magyar-német sereg. És, na tehát ez a terület oda-vissza járták. Soha nem. És akkor jön a fontos momentum, amikor azt írja a leutazás, elindultunk, elértünk Vörösvárra, és akkor jön a sereg, jön a parancsal, hogy hidat építsünk Esztergom alatt. Megcsináltuk, és akkor Esztergomot 6 óra alatt értük el. Tehát hidat Esztergom alatt. Most két dolog van. Alatt az egyszerűen észak-dél, azt mondják. Na, az iránya lényeg. Így van. Vagy a folyás iránya. Ja, igen, a Duna igen, folyás igen. Iránya. Tehát akkor Esztergom alatt, akkor a Duna folyáson mondtuk, hogy az biztos, hogy nem lehet az a Duna rész, mert ott nem lehet. Meg ott nem kiesett volna a dudai vonulásból a Dunakanyag. Akkor csak az égtáj. Esztergom alatt volt igen. Egy Duna. Nem, meg olyan érdekes volt egy olyan, hogy menekültek Szulejmán elől mindegy a magyarok a budai várba, és Óbuda városában a hajókra szálltak, hogy azzal menekülnek. De nem tudtak elmenekülni, igen, mert lőtték őket, mert ha ebben is mondja, hogy fölfelé kellett volna menniük. De nem mehettek, mert ha elveznek, akkor lelőítek. Még egy volt, hogy túl volt terhelve. Na hát annyian mentek, így van. Na a lényeg az, hogy fölfelé kell, írja, igen, hogy fölfelé igen, tudtak volna egyéb utat nyerni. Na most kérdem én, ha most itt a Pest-Újhegyi vár, fölfelé, hát belemennek a Vác és Pest vár, ott voltak a védők. Fölfelé, Esztergom felé tudott volna. Még egy dolog eszembe jutott, hogy ugye az osztrákok minden magyar erősséget igyekeztek megszüntetni, tehát felrobbantották a várakat, stb. Hogyha a Pilis egy sziget, na igen. Akkor annak a sziget mi voltát is igyekeztek megszüntetni, hiszen ezáltal megszüntették annak az erősségét is. És azok az a gyönyörű hévízi források a gyerekek, csodálat, azért szűnt meg. Hát hévíz folyókat ír a oklevél. Kint hatalmas víztározó, meleg víz. Malmot hajtott a meleg víz, annyi folyt, hatalmas mennyiségű, tehát nem az a hévíz, ami itt van, ez is, ez a felhévíz, az fejjel. Sőt, van ugye a leírás, hogy a Szántó neve, az a Szent-tóból. Oda már kimenni. A Szántó, tényleg. Szent-tó. Tehát ott is víznek kellett lenni. És az megvan, én tudom, nem tudom. Nem a szántással kapcsolatos. Nem, hát ott a Balaton is. Most mit a hegyen, mit szántsanak? Balaton is úgy hívják Szántót, nem? Az se a szántásról, hanem a szántás. Balaton az egy szántó. Érdekes az etimológia, hogy fogalmazod. Hát úgy írják, hogy király tava. Úgy írja a oklevél. Király tava. A budai, Buda körzetében. Király taváról írt. Kis szántó, kis szántó. Ez szerintem ez csak pénzkérdés, mert nem akarok beleszólni. De most az a baj, hogy valami olyasmivel kell előre. Tudni, hogy föl lehetne tépni légi felvételekkel. Azt látsz ki, megcsináltad, de soha nem meg lehet találni légi felvételekkel. Nem küldte át, ő a sajátját megcsináltad. De honnan szerez ennyi pénz, gyerekek? Ezt magyarázd, ez nem két fillér. Hőt térképpel már mindent, a franciák az egész mezőgazdasági területüket. Föltérképezték és egy csomó kastélyt meg váratlan, mire hát ez csak hozzáférhetőséget jelent valószínűleg, tehát ez egy meglévő rendszer, meglévő ugyanolyan, mint a Google, csak nem mindenkinek van hozzáférhetősége ahhoz a rendszerhez. Szóval én azt mondom, az életszerűség, ezt mindig mondom, hogy a Nádor Ficsilla, római koros, ő mondta, hogy figyelj, nézd meg a kutatás, ha az életszerű, akkor jó. Hát ezért nem lehet ott pomázva, hát ott nincs terület, nincs infrastruktúra, nincs hely, ahová berakta akkor a falut. Hát azért Óbudán faluták voltak, katedrális, hát hányat tudunk felsorolni, hány... Na, ja, akkor most akkor maradjunk annyival, hogy akkor szerintetek... És azt a Kolostort se hanyagoljátok előtt, amit ugye a lakótelep vagy a hegynek az alján. Ugye arra volt hivatkozás, hogy ott kolostorok voltak. Hol, melyik? A Mátyás Budakalász alatt. Ja. Hát ott most különben egy templomot találtak a... Na ezt kérdezem, hogy az a mi újság, hát, mert ott... Na most... Mert azt mondják, hogy a király palota mellé kolostor is illik, meg nem tudom, ez volt a mennyi. Az az érdekes, hogy Budakalász... Váraljának lehet. Budakalász az a Váralja volt, mert ha az Ürömi hegyen volt a
a vár, és körbevette a felső várrész, mert mindig azt írja, a török is azt mondta, hogy írja le, hogy fal vette körül a várost, a vár az külön volt. Az egy külön egység volt, és akkor volt egy váralja. Az pedig a, volt egy kimutatás, az egy érdekes kimutatás, Zsigmond annak idején ide akarta hozni Budára a egyházi zsinatot, így van, és kimutatás, keresett, hogy hol tudja elszálláson a püspököket, vagy a magasrangú papi személyeket, és akkor ilyen kimutatás, hogy 1000 volt híves ház Budán. És abból a várajában a többsége. Az nagyon sok, ha csak volt híves. És akkor 5000 ló tartására, 5000 ló tartására istálok ezen a területen, mert Budán. Tehát a lényeg az, hogy Budakalász szerintem a váraljának egy részét öleli fel. Tehát igaza van a Lánszkinak, hogy a új Buda, nem Óbuda. Óbudát szerintem nem láthatjuk metszeten. Ez fixáljuk, ez egy fontos momentum, mert akkor keverjük. Óbuda elnevezés is hibás szerintem, nem? Hát nem tudom, hogy a Vetusbuda, hogy szerepel? A Vetus Buda, hát azt mondja, hogy nem hibás. Nem hibás? Hát a Vetus ugye azt jelenti, hogy régi. Mert fejlődött az is, mert nem arról az, hogy csak a király, ugye a királyné várhol, aki ott maradt, a király pedig átett a székhelyét az Újbudavár, és ezt mondják, hogy Újbudavárát építette IV. Béla. Újbudavár, és vannak ilyen szőlők is, hogy Újbudavár szőlője, tehát a tulajdonos, aki ott lakik Újbudavár. Ja, igen. Mert ez egy helyiség, hogy Újbudavára. És az szerintem régen is volt, csak jobban kezdett fejlődni. Tehát Buda az egy egységes nagy területet ölelt fel, és akkor volt egy rész, amikor ugye a Nagy Lajos ideig a Óbuda erősödött, aztán rájöttek, hogy nem védhető, mert nem védhető Óbuda. Itt van az is a kulcskérdés. Nem védhető. Na hát itt a Bibi, ugye? A másik pedig az, hogy már nem akartak félni. De hát a Gábor tégednél is semmi, hát én most outsider vagyok. Tehát tényleg. A korona miatt. Jön a második összefoglaló. De az, hogy az összes térkép, ami hát késő középkortól mondjuk így fönnmaradt, egyetlen egy se jelzi azt, ami az egész földrajzi körzetben a legjellemzőbb és tulajdonképpen páratlan. Az, hogy derékszögben jön le a Dunakanyar. Tehát mindegyik így. De a régi térkép. Nem értem, hogy nem erre hivatkoztuk. Hát ez mindegyik Ortelius nálak, de most sorolhatnám még, mindegyiknél így hozzá lehet. Ott van talán még a... Mert az azt jelenti, hogy ez most nem olyan, hogy mert én ott megláttam egy ilyen völgyet, és akkor nekem van eszembe, de ott vannak a térképen, teljesen egyértelmű. Egyik se jelzi a legjellemzőbb, hát az a kanyar. De mindegyiknél, bármelyiket. Igen. A Lázár Diáderekkel is. Ez nincs meg a... Azért mondom, hogy ez egy nagy lépték, tehát nagy lépték, és nem jegyzi a kanyar. Ezt egyáltalán nem lehet eltéveszteni, tehát azt felejtsük el, hogy nem lehet tenni, azt felejtsük. De miért nem jelzi? Azért, mert nem ez volt nekik megmutatva ennyi területen. Na, hát szóval igen. Jó, tehát volt az, ami de a világnak szól, oda bemehet, megnézhet, egy térképre vehet, és vannak tanulók. Koronát miért nem volt szabad átlázni? Tehát ezt azért nagyon komolyan venném, mert még az is elképzelhető, hogy mind a kettőnek volt egy-egy fehérvár. Tehát az egyik, amit mutatni lehet, az a kirakat, a másik pedig... Hát a Bradák elég komolyan foglalkozott, ismeritek a Bradák-féle. Hogy ott a könyvem, ez egy zseniális dolog, amit ő... És két könyve is volt, tehát a másodikben már a vele kapcsolatos... Ez a történet leírása, hogy a török ugye ott a Dunán leengedi a hajók, a ágyukat Fehérvárra, ott van. Ott van. Ez egyik, a másik, amit a Noszlapi Németh Péter is ír, hogy amikor a leromboltatják a várakat, a hajó szállítják el a Fehérvárjuk. Akkor hogy van ez? Nem Fehérvár, és amit te mondtál, akkor mi volt Fehér? Akkor, hát Fehérvár az Fehérvár volt, Székesfehérvár, a Fehér megyének a központi, egy fontos központ volt. Tehát azzal nem volt baj, ugyanolyan szóval... Annyira fontos talán nem volt, de mindesetre Fehér, volt. De Fehérvár volt. És még egy, azt a Radák második könyvének az előszavában próbáltam jelenni. Azzal jött már?
Azt mondta, hogy hazatelepül. Igen, de csak jövőre tud hazatelepülni. De most jövőre, csak mert... ez most részletkérdés. Jó, a lényeg csak az, kérdezem, mert kapcsolatban vagyok. Szóval ő tényleg alaposan végignézte ezt a dolgot. És ami volt a téma, most nem... Jó, a fejjelvágot, hogy fejjelvágot. Tehát annak a székes jelzőt mi egyfolytában az iszkoliról vesszük, a sztorról vesszük, és itt a... Na most a magyar nyelvben a székesnek van egy neve, vagy van egy jelentése. Azt pedig azt jelenti, hogy ilyen van a székes tavak, vagy székes tavak. Tehát az azt jelenti, hogy ilyenek például, ezeket pedig fehér tavak is jönnek, tehát ófehér tó, újfehér tó, kófehér tó. És ezek a székes tavak volt. Uh-huh. Tehát azt jelenti, hogy nyáron kiszáradt egy ilyen fehér tó. Úgy kaptam el a székes fehér vár. Most ez egy nagyon, az arra a területre tökéletes. Fehér és egy vár volt. Fehér volt és székes volt. Na most, aki ezt nem tudja, arra meg ráhagyták. Hogy olyan hülye, hogy ezt csak széknek tudni fordítani, rendben. Úgyis az ő nyelvében a szék, a stól vagy a tis az nem felel meg a széknek. Igen. Hűdejes, tényleg olyan a talaj is tiszta. Persze, de egyébként. Én jártam ilyen székes tóban, a Kiskorság Nemzeti Parkban. Én nem hittem el, hogy ott nem tó van. Hmm. És mondta a vezetője, tehát az elnöke mondta, most egy olyan nagyon rendes ember volt, és azt mondja, hogy menjek be, mondom, nem vagyok úgy öltözve. Teljesen olyan volt, hogy egy hullámzó vízter. És ez fehér? Fehér, ez teljesen járható. Száraz volt, és utána ő bement. Előttem. És utána én is bement. Olyan csalóka volt, hogy a levegő. Tehát ez vibráltatás. Teljesen úgy jövett, mint hogy egy tóma. Hol van ez? Elmegyünk. Ez a Kiskorság Kiskorság. De hát ilyen székes tavak, sok helyet van. Jó, tehát tulajdonképpen nem ez a legfontosabb, nem ettől nem stimmel a kép. Nem való. Nem ettől, ez is a, egy része, de az, hogy együtt kéne. A Dunán itt közlekednek, és mindig Fehérvár, és akkor a marsal, ugye a Kapudán marsal, érted? Megkapja Esztergomnak a védelmét, ugye kilövik a másikat, szerencsétlent, és akkor jön a hír, hogy hát nem csak az, abban leszel főnök, hanem megkapott Fehérvárat is. Te lesz a Szandzsáknak a, mit tudom én, a kezelője. És akkor és hajó jön fel, kis csau a hírrel, és utána lemegy. Nem mondja, hogy hajó, azt akar az úgy még, de utána lemegy Fehérvár, és ott átveszi, és hódol a császárnak. Tehát, jó, hát persze ezt is meg lehet magyarázni, hogy akkor nem, hát nem hajóval megyünk Fehérvárra. Kész, ennyi. Nem hajóval. Na most egy kérdésem van, most én mint kívülálló csinálom, persze fölmásztunk és egy párszor elcsaltál. Úgy, azt mondta, hogy ez egy bástya. Úgy emlékszem még erre. Emlékszem, én azt mondtam, hogy az életben többet föl nem megyek veled. Mert kétszer fenn voltál. Mert te is föl voltál és majd kilógott a nyelv. Itt vannak a képek. Gyerek. Hogy tulajdonképpen nem volna egy ilyen kutató árkot, az nagyon nagy... Nincsen, ott a szárig lebondoltak mindent. Ott a szikla, amit látunk, az már a szár, kész. Ott nincs, nem találunk ott semmit, ott nincs pincel. Egyedül, ami gyanús, hatalmas, ókorinak tűnő, sőt lehet, hogy régebbi ilyen több tonnás kövek egymáson is szépen sorba. Ott belje van, mutatta. Amire azt mondják, hogy az egy vetődés. Tehát a geológus azt mondja, hogy nekem ez vetődés, de sehol a környéken ilyen vetődés nincs. Hát az Örényi ugyanebben a hibába esik, amikor keresgélik, nem bántom, de hát mégis egy autodidakta zenész az Örényi. Most jó, de én nem ugyan most éppen egy autodidaktánál ne szívjük. Jó, hát a kifedeztetek. De igazad van, de ez a szomorú, hogy Magyarországon... Nagyon kell a népi becsülendő, hogy a Szörényi erre áldoz pénzt, de, vagy valamit, de azért mégis... De ő mit akar meg? Mégis nem tudom, mit akar meg. Mert ott már olyan mélyen van a korokban, hogy ott már nem, hogy Attilát nem találja. Jó, a Gábor, nem tudom, hogy mi. Nem akar védeni, különösen nem elfelelő, de a helyzet a következő. Na, akkor Sashegyinek is egy fontos. Hogyan? Sashegy is ugye ott. Ő a Sashegyit folytatja. Én csak azért haragszom, hogy nem Budát keresi. Csak ezért. Mindenki nem keresheti Budát. De neki volt az első időszak, emlékezz, Isza volt a... Milyen Buda?
eltűnt Buda. Eltűntős Buda nyomában. Az egy tökéletes, ezt folytatta a mostani új hullámos kollega, hogy hívják, milyen Zoli. Ugyanez. Tökéletes. Nem, ő nem ugyanazt keresi, mint a... De ugyanazt vett észre, hogy ott vannak hatalmas nyomok, és nem na, hallgassuk a Gábor. De ezt még elmondom. Jó. Aki beszéltem a Szörényivel, odaadtam az összes anyagot, bedobta a kosarába, azóta se hív, és kérdeztem tőle, hogy mi van az régi Budáddal. Azt mondja, nem érdekes. Ezek után már nem volt mit kérdezni. Pedig az fontos volt. Ennek a következő van. A Lánszkival mi annak idején még úgy dolgozgattuk együtt, és akkor ő egyszer meghívott, hogy helikopterrel fölvisz. Na most, ő csak a saját a találmánya körül akartott. Igen. És akkor én kértem, hogy menjünk a Kőhegyig. Tehát elvitt a Kőhegy fölött, na most hát ha a Kőhegyben nem veszem észre a vállat, akkor azt hiszem, hogy kiszúrhatom a szemét. Tehát az tényleg, és hát a Sashegyi már ottan azért futott. A Kőhegy az az, nem csak Budakalá, vagy Pomáznak a Pomáz föld, Szentendre Pomáz között. A Duna, mert nem messze a Duna, ott volt egy hatalmas öböl összeg. Most ne is ezt csak hogy helyben lássam. Mert ha állam bekevert dolgokat, akkor azért nem látod tisztán. Aztán a lényeg az, hogy fölmentünk, azt is többször így megkerültük, hát akkor ő is azt mondta, hogy hát ez kétségtelen most. Mondom, akkor most menjünk a tiéd fölé, és akkor körülbelül nézzük, hogy mennyi a távolság. Na most a nagyságrendben az összese vethető, a Kőhegy annyira fontosabb. Tehát azt már tényleg nem lehet. Nem a Kriszadon, az a Krisz, nem az nem. A Krisz, az Pomász határában egy kisebb. Ez meg még bejön. Ez Szentendre és Pomász között. Hát hogyha az ember... Nem is ismerem azt. Azt érdemes kedik. Hát de katonai terület volt éppen azért, hogy sokáig ne menjen oda semmi. Most is tulajdonképpen még. Levőtérben. Ja, lőtér miatt, igen. Hát ott van egy Petőfi kilátó, tehát elég jól meg. Azt a részt meg. A Krisza pedig itt van az eleje. Ha onnan elindulunk, tehát a Budakalászi, a Lánszki vár nevezük most a így. A kevélyek alatt, igen. Tehát a fölé, akkor egy bizonyos távolság és egy bizonyos aránykülönbség rögtön kiderül. Mennyivel? Na most utána, hát ő le akart állni, és mondtam, hogy ugyan már, ha már, menjünk már tovább, addig, amit a Szörényi kutatott elő, Ezüsthegy volt, ha jól emlékszem. Igen. Na, ugyanaz igen. A távolság. Döbbenetes ugyanaz az alapra, ez a lényegében. Ott a Ezüsthegyet? Fölvonul azért ezeket egész jól lehet látni. És akkor mondtam, hogy ha már itt vagyunk, ugye már menjünk el a mai Budai vár felé. Ez kiderül, hogy egyetlen látszólat volt, ahonnan egyikből a másikban hanggal is fényjel is lehetett jelzést adni. Tehát ez egy védelmi rendszer volt, és még ott sem volt a vége, de már pofán nem volt ő. Tudnék, onnan még legalább egy, a utolsó ebben a láncolatban az Budaörs volt, a török ugratónál. Na most én a fölött szintén jártam, csak egy másik alkalommal a repülőgéppel, egy kis repülővel, még a Lugosi itt fel. Aha, jaj! És akkor ott pedig lehet látni, hogy ahogy odaérünk, ott egy ekkora letörés, tehát oda akkor se lehet följönni. Tehát igen, ott volt a vége egy védelmi rendszernek. Hát ha gyövünk Balatonról, hát csodálatos. Hát egyszerűen nem, az teljesen lehetetlen. Tehát oda csak repülővel lehet, vagy óriási kerülőket, tehát be kell jutni valahogy. Tehát ez egy védelmi láncolat volt. Na most az egésznek tulajdonképpen egyik tagja sem védhető eredményesen. Tehát föltartó szerepe van, nem pedig végleges védőszer. És ha az ember ezt egészében nem látja, akkor nagyon hamar oda jöttünk a Lászki, hogy azt mondja, hogy akkor most nekem az oroszlán is minden ott van. Aha, itt a hiba. Nincsen. Ezek pedig egyik látok, és ezt még nem is tudtam beszélni. Na most az a helyzet, hogy viszont a Kőhegy sem a világ tetején. Tehát, mert Sashegy úgy azért ő gondolkodott benne. Igen. A Galust írta, amire Galus volt a nemzetében. Muzannak az a mutatása, kezdtem szem az Ausztráliában. Ausztráliában ment, és még lapszerkesztő is volt, meg ott helyben tudott elhelyezni. Ő azért nagyon benne volt ezekben a dolgokban. Aztán a lényeg az, hogy ez egy régész kutak, a lényeg az, hogy
ha akárhogy is vesszük, ha most egy nagyobb térképen, egy elég jó térképnek látszik. Ez, ami itt van, mondjuk talán van itt kicsit tovább részleteztem már. Ezek azért talán nem ebben a szempontból nem leghasználhatóak, mert óriási aránykülönbség van, tehát itt egy völgyön. Nem, az nem látszó. Így van. De? Ez az a másik. Igen, ez a másik. Ez a másik. Szantanik, azért maradjunk ebben, de megmondom, hogy ez óriási aránykülönbség. Tehát itt van egy olyan, ez ugye a Pilis. Igen, igen. Itt van egy olyan, amit ha az ember látja, itt ezek a két árgulat. Aha. Na, két árgulat. Éppen most láttam, de hol is vetítésen. Tehát tudom, hogy hol, és tudom azt is, hogy nagyjából hol. Ez egy legtipikusabb váralapra lesz. Tehát ha ebben az ember nem vesz észre a váralapot, akkor... De ez gigantikus. Tegye. Nem egy olyan egyszerű vár. Ez most ehhez én szoktam analógiákat vetíteni. Még ez a kettős is megvan. Jó, hát a természetesen becsalt. Tehát ennek nem az volt a szerepe, hogy mindent, tehát jelenleg, és hát általában reneszánsz óta egyfolytában, az, hogy ő elvesített kifelé. Ennek nem ez a rendszer. Jöjjön csak meg. Mert ez az oroszlán a vágunkban, nem? De pedig ilyen aranyosan néz. Na igen. Kínál, nem? Megkomál olyan. Hát meg a katonaság se hülye, hiszen amiről beszéltél az előbb, ugye a Filistettől is katonai terület, ez is katonai terület. Én még úgy voltam ott, még az oroszokat, az ő is figyelmettek. Na szóval a lényeg az, hogy tehát ebben óriát lehet látni, csak így tud be följönni ma is. Akkor ez egy magas rész, hát ordítja. És ez a rész pedig az a másik, tehát az, ha valaki innen jön, már ide becsalódott, tehát e fölött is voltunk most repülőben. Tehát orvonca. Na most, ez amiről mi beszélünk, ez viszont előbb van. Tehát ez azt jelenti, hogy az már, amit az előbb megbeszéltünk, hogy még csak nem is az első év van. Tehát azért a jelentőség az időben egészen máshol járunk. Ezeket nem a középkorral lett az biztos, hogy nem a középkorral, de használták. Hát mert miért ne használták? Tehát nagyon el kell hűlni egy népnek, hogy ezt nem használják. Mert az orosz annyira nem hűlt el, már ebben az esetben. Ebben egyébként sokkal már elhűlt. De annyira lehet látni, hogy tulajdonképpen a rendszer mit adott. Na most itt lehet látni azt is, hogy tehát én valami jött, tehát... Nem tagadják, te is tudod ugyanúgy, hogy Duna meder volt, ezt nem tagadja semmi. És az a helyzet, hogy senki csak az, hogy ezt mikor tényleg. Egyszer egy geológia. Erre majd mondok valamit. Tehát geológiai, hogy mondjam, más földrengések voltak. Tehát egy csuszamlás zárta le. Az ott lehet látni. Olyan volt, ami van kis, eltűnt egy falu. Kijöntött a Duna. Most a nagy kérdés, hogy ez mikor volt. Kettő pedig, hogy utána még, hát még ott lehetett, akkor ezt szigetként lehetett akkor használni. Akár, így van. Vagy más irányba folyta le a Duna. Ez ordítja. Itt a lőtére, nem tudom, látod, Csabánál van a lőtér. Ott van egy pufferja, itt ez a rész, ez a másik volt, volt. Igen, itt igen, is van egy vonal, de ez most járható lenne a Dunának. Így van. Mert és ott ez pontosan azt a vonalat adja, ami az Ortérius félre. Sőt, ugye itt van Illiszent Iván, és itt van egy tó most ma is, és ugye a víz az valószínűleg itt ment, és ugye itt a Illiszent Iváni tavak itt voltak, igen, ennek a folytatása, és ugye itt a Pilis Csabán épült egy lakópark, fönt a dombon, uh-huh. a Vér Balázs ott teltek, és ott furatott magának utat, és 16 méterre van a víz. Ott fönt? A fönt, a domb tetején. Igen. Nem, ez biztos, hogy, és nem lehetett régen a Duna, tehát ez csak azt mutatja, igen, hogy a belső vízhálóz a föld alatt hát sokkal magasabb. A tó kialakulni, ha nem tud a folyó akadálytalanul tovább, mert szigetet képez, illetve ami kifolyik, tehát kiterjed belőle, a partvonalon kívül, az meg tóként ért van. Sok tó volt különben itt az Orsámnál volt, ahol most csinálják az utat, uh-huh. Nem tudom, nem láttátok, ahol elfog került. Ott befolyt a víz. A légészek alatt vannak ilyenkor, amikor azt ott csinálják, azt a részt. Jó, helyes. Az igazság, hogy ez a... Nem mondom, hogy a... Bocsánat, mindjárt legyen, amit itt van. Már hallgatunk. Igen. Vigyál, ne, hogy megfulladjál. Ja.
Ez a bakai lenne? Igen. Aha. Nem akartam fele szájjal beszélni. Ez szóval... a kolostor elvittem, de nem hisz benne. Mondjuk az elmúlt 25 évben a kicsővegyi szabályozása nagyon sokat változott, és nem mindig előnyére. Tehát az, hogy, hogy valahol van egy kutatás, vagy lesz a kutatás, hát gyakran múlik például azon, vagy hogy milyen kutatás lesz, az gyakran azon múlik, hogy történetesen a beruházó az éppen tudja vállalni azt a kockázatot, hogy, hogy mondjuk amikor az lakóparknak, hitelmarketnek, stb. A régés eszik dolgot, ki tudja várni. Késik-e a beruházás, illetve hát, volt a korábbi törvényi szabályozás arra, hogy a beruházás adott részét kellett az ásatásra költeni. Aha. De például, ha jól emlékszem, ezt 3 évvel ezelőtt megváltoztatták, ott már adtak egy felső határt, meg azt is mondták, hogy 30 napnál, ha jól emlékszem, 30 napnál tovább nem ásatnak a régészek, hát egy nagy területen nyilván nem lehet 30 nap alatt áttörést elérni. Szóval az igazság, hogy ilyen szempontból a régészek azok, jöhet a meg hogy milyen mélység. Meghívnak benneteket kenyérvágóra. Azt általában meg szokták tenni, hogy a... Ez az ebédidő akkor. Igen. Ja, lehet, tehát hogy a feltárástól függően általában ugye lemennek, ameddig lehet, bár nyilván, hogyha nincs rá idejük, akkor... Én azzal, hogy amikor az Ocean áruház épült, akkor neki 1 méter mélységig volt előírva, hogy addig kell föltárni, hát most 1 méter mélység az semmi. Na most a végső konklúzió, mi lehet ebbe a dologban, hogy vannak különböző teóriák, vannak, nem akarok ebben belefolyni nagyon, a térképek és a török leírások azok perdöntőek lehetnek ebben az ügyben, vagy csak... Itt még vissza is lehet menni, hiszen az Aquincumban is azt írták, hogy ugye a rómaiak idején a éjszakról vezették oda a meleg vizet, és ugye ez látszik is a föltárt ugye vízvezetőkön, hogy nem a környékről volt az a víz, hanem valahonnan messzebbről hozták, és éjszakról. Tehát mindenképpen a melegvízű források, vagy tavak, vagy ez bármi... lenne esetleg egy kiinduló pont? Hát ez tény. Hát igen, aztán most azért még a tények összegyűjtésére vagyunk, tehát azért nagyon most hol volt pontosan, többféle variáció lehet. Na most én ott érzek egyszer egy problémát, ezt a Lánszkinek meg is mondtam annak idején, hogy olyan térképeket lehet össze, aminek az égvilágon semmi köve egymáshoz. De az égvilágon semmi. De arra a területre egyetlen térkép volt, ami elfogadható, egy kézi rajzos térkép, egy ostromban volt ez a hevenyészet térkép vázlata, ahol még az is be volt jelölve a járványállások, tehát honnan lőnek majd. Az minden valószínűség szerint arra a terepre való, mert ott elég jól lehet ötletészteni. Amiket egyébként Székesfehérváron közé tesz, amit tökéletesen másokat megjelenti. Tehát ez egy ilyen ovális rendszer, kiegészítő tagban, akkor próbáltam magyarázni, hát aztán... Egyébként ott van szerint a... Igen. Ez egy elvezető, mert semmi köze. De az így. Igen, hát erre ugye a... Éppen a Péter, ugye, aki föltárt, hogy ugye itt megnevezi, hogy Vác ott van. Igen, de Vác. Tehát ez csak ez a terület lehet, amit ő is itt berajzolt. És hogyha most megnézzük a Google térképeket, nem tudom, hogy nézd, én időnként szoktam ilyeneket nézni, ugye azon ezek az ívek, amik itt látszanak, azok a szántás területeken most is látszanak. Tehát, hogy ugye hol szárad ki jobban talaj. A téli Google térképeken pontosan lehet látni, és hol nem. És ugye ahol nem, ott a valamilyen vízfolyások voltak a föld alatt. Ez most mai napig is látszik a térképeken, tehát ezek az ívek, ezek a mai szántásban, légi felvételken itt látszanak, most is.
Más kérdés, hogy nekem áramjel irányom, de tehát ott biztos, hogy nem egy egybefüggő föld volt az a sziget, hanem azokon vízátvezetések voltak, ez biztos. Szóval ilyenkor az az előnye az amatőrnek, mert ebből azt mondom, hogy nagyon jó fogalmazom. Hogy gondolkozik is. Jaj, de jó. És engedi azért, hogy egy ilyen ösztön, hogy én, hogyha most ott érnék, ide telepítenék, vagy nem. Mm-hmm. Na most Fehérvár mindenképpen szakmáris központ, tehát ezt azért nem szabad elfelejteni. Most ennek a védhetőségét kívülről kell biztosítani. Tehát neki nem az a feladata, hogy védelmi biztosítsa, hanem őt kell védeni. Na most a folyosóan volt jó védelmi. Ez se a hatállat nem volt jó, se. Egy védelmi rendszer. Más kérdés, hogy kiegészítő. Papírszalvétákat ez az nagyon jó. Ott van. Jaj, van be, nem volt természetes, akkor ki is alakították. Ez az egy másik kérdés. Aha. De semmiképpen nem tudom védelmi. Tehát ez meg kell mondjam. Mert a folyó az a közelítést teszi lehetővé. Az azt jelenti, hogy bármik, az ráadásul két irányból, hogy holra teszel. Tehát az azt jelenti, hogy ezek azért nagyon fontos dolgok, mert tulajdonképpen ezek a mudát ide teszem, mudát oda teszem, vannak rá, általában a védhetőséget kihagyják. De ez nem Buda, ez tudom, egy úgynevezett Fehérvár, mint ahogy a Beagrál is egy Fehérvár, ami a vízen van. Most annál hatalmasabb vár, és annál jobb, ami a védhető vár az egész Kárpát-medencében. Tehát mondják, hogy Szepesvár volt a legnagyobb, nem igaz, az volt a legnagyobb. Most voltunk Szepesváron is. Tehát a helyzet az, hogy bocsánat, én Árvavárából valók az őseim, azért az Árvavárát is nehéz lehet. De Árvavár a pici. Te gyújtottad föl? Tehát ezekhez a várakhoz képest, te gyújtottad föl? Nem. Ez egy alázat. De az nem az Árvavár, amit fölgyűjtöttem. Nem, várják. Nem az. Ja nem, bocsánat. Ez Krasznamarka volt. De most én az Árvavárát úgy asszoltam, hogy a török még a Remete Szent Pál holtteste után is elment, és az Árvavárát tették. Mert üldözték. Hát itt leírtam, de nem érdekes, hogy csak ilyen amatőr szinten, hogy a Remete Szent Pál holtteste mennyire fontos volt már Lajosnak, hogy innen menekítették Buda-Szentlőrincről, hogy most melyik mi, és akkor ott oda utána mentek, és az egészet azért gyújtott, hogy a Remete Szent Pálnak a holtteste. Rencsény várába, ugye azt írja, Rencsény. Hogy tulajdonképpen itt most a képben nem akarok itt beleszólni, még nyugodtan tárgyaljuk ki, de az egész koronakutatásnak az egyik ilyen amatőr ága, mert ugye Pap Gábor most hat hivatkozak rá, hogy ha amit aranyműves vetítek, majd egy-két dolgot, abban profi vagyok. Persze, de ha mint kopt, meg mit tudom én mi, ott egy gondolkodó amatőr. Tehát azért van itt a Gábor, mert a 30 éves kutatásomnak az egyik olyan fontos vonala, amivel nem tudok mit kezdeni, mert egyszerűen nincs hozzá képzettségem. Azért örültem neki, hogy a Marton Veronika múltkor eljött, mert ő meg tudja nekem mondani, hogy mit jelentenek, és aztán majd lassan, de még ez nem kötelező, majd ebéd után. Jó, még ezt tárgyaljuk azért. Sokkal nem hiszem, hogy előbbre fogunk jutni, mert ezek meggyőzőek voltak ezek az adatok. Na most ezt akartam, hogy szerinted ezek. Én szerintem elég távol vagyunk még attól. Ja, jó, most ez egy gondolatfelvetés volt, ami úgy gondolom én, hogy ebbe az irányba el kell indulni. Nem lehet ezt szó nélkül hagyni, hiszen ezek mind olyan tények, amik egymásra összegyűjtőek. Gábor, még egy fontos, hogy az egész, ahogyan elindultam a Szentlőrinci kolostornak a kálváriája, ahogy engem ez megérintett, mert ugye Szántai Lajos barátunk előadásai mindig azt mondom, hogy ott hívta fel a figyelmemet, hogy a pálosrend, tehát nem stimmelnek a mai pálosrend központjával való azonosítások. Abszolút nem. Zavart a dolog. Hát, hogy hol volt a Szentlőrinci kolostor? Ez mindig ilyen titkos valami, hogy senki nem tudja, de
levethetik, hogy nem jó helyen van. Ez mai napig is így van, és ezzel olyan izgalmasság tette számomra. És ugye azon gondolkoztam, hogy hát akkor tudjuk, hogy Buda közelében volt, azt tudjuk. Tehát akkor igaz, egy kör kell húznunk Buda körül. Vagy csak hogy melyik Buda körül, nem is itt vannak a gondok. Hát Duna és Pest, azt tudjuk, hogy Pest és Buda, ez fontos, mert ne rakjuk Budát fel Pilis tetejére, vagy az biztos, az a Buda, amiről a törökök írnak, az itt van rend. Azt, hogy ami később, ami egészen más időszakot, arról ne beszéljük. Tehát az a kört meghúztam, és akkor hát a szerencse is sokat segít ilyen esetben, itt sétáltatom a kutyáimat. És hogy már ide kerültem, ez is egy külön mese, hogy kaptam meg ezt a házat. Lényeg az, hogy ráakadtam erre a romra, a Solymári várra. És akkor úgy próbáltam, hogy hát te jó, hát ez közel van Budához. Hát olyan rossz érzés volt. Utána gyorsan, ahogy kutakadtam, de megtaláltam ezt a festményt, a fálos, ezt részletesen, mert a Gábornak ez nem volt egyszer, nekem is egy évbe telett ezt teljes értelmezni. Sokan segítettek abban, hogy ezeket a... Tudnék, ezen a festményen két idő és tér van egyszer ábrázolva. Tehát van két felvonuló körmenet. Egyik, amikor megérkezik a test a tengeren, Budán, szállítják ki hajóról, ott lehet látni a fregatot. És a másik, amikor Budáról, ezt ugye tudjuk, egy hét múlva felvitték a Szentlőci kolostorra. Tehát ez a festmény, ez egy audiovizuális csoda. Ez a középkor, itt mindent tudunk. Tehát neked nem kell mondani, hát... Be van sűrítve minden, de hát ez még a történet sűrítve. Így van. Na most ezzel nekem sok támadás ért, hogy mit kerestek ott a fregat, a tenger, hát hülye vagyok, hát nem veszem észre. Ja. Erre nekem segítség volt egy régész. Ugye az a hivatalos régész hívta rá figyelni, tehát érdemes, tehát butaság elhatárolni bárkitől is, hogy ő most nem azt mondja. Nagyon sok segítség. És most mi volt a segítség? Hát, hogy ott két körmenet, és ugyanaz a körmenet, ugyanott van a király, két király. Ott van a piros... És a tengerügyében mit segített? A tengerügyében ott van ugye a lagunák, tehát tudjuk, hogy Velencéből hozták át, és ez nem a környezetét mutatja a kolostornak, így van. Na most, de a kolostort azt egy az egybe így nézett ki. Na ez is sok támadás ér, hogy ilyen nincsen, a kolostoroknak kerengő nem vár meg, tornyok, hát ott nincsen. Te láttam olyan kolostort? Én nem tudnék most kapásba. Nincs ilyen kolostor, ilyen hatalmas erődítmény. De van, ez volt a fő kolostoruk. Nem véletlenül rakták ezt. Tehát ilyen volt. És az az érdekes, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a festő, románkori ablakok vannak, ugye, a többségében. De van ott egy kis házikon, ahol reneszánsz. Tehát ez folyamatosan fejlődött. Miért csinálta külön? Mert tudta, hogy ez volt egy hozzáépítés. Tehát nem egyszerre készült el az objektum, vagyis hát a kolostorban. Na most azt akarom, a legfontosabb számomra, amiben a Feld baromi nagyot hibázik, és félrevezet minket nagyon keményen, és nem tudunk tovább lépni, mert ugye azt mondják nekem, hogy ekkora kolostor, itt a vár, ott a várdomb. Látod, a domb, a Mátyás domb, látod, ott a légi felvétel, ott a sarokban. Ott két, van egy idő, egy későbbi, vagy korábbi, és van egy későbbi. Na, ő azt mondja fel, hogy ami most látható felső szint, vagy felső tér, az kicsi, hogy itt 500 emberes nagy kolostor legyen. Tehát való igaz, az a felső rész, az úgy kicsi. Na de, ha a törmeléket, ahol jól látható, segítek egy kicsit, mert én látom, de még lehet, hogy aki nem gyakorolt ebben a... Mármint, hogy ezt nem elemezte sokáig. Tehát itt látod ezt a párkányt. Jól lehet kilátni. Itt egy hatalmas, ez egy vízszintes terület, ahogy feljünk az alultól. Ezen az hátsódon ott nincs. Ott teljesen betemetett, ha volt is. De itt nagyon jól lehet látni. Itt még inkább ezek későbbi, vagy korábbi, itt sajnos ezt a Enzmanét letolták. Ezt mondta Laci, hogy itt feljöttek egy ilyen tolólapossal, és ez már nem látszik. Tehát jól látható, hogy ez valahogy itt van. Na tehát ez a középkori magasság. És azt leszedjük, ez mind törmelék. Tehát itt van, hát nézzetek ide, hát 4 méteres törmelék, ott van a srác, benne áll a régész növendék. Hát ez az egész ilyen törmelék. A
kup a tetejét. Azt ott leszedjük, felülete megnő, nagyobb lesz, de még mindig azt mondanák, hogy még mindig kicsi. Na, de azt elfelejtik, hogy ez több emeletes volt. 70 méteres toronyokat írnak le. Hatalmas volt. Tehát egy tömör, beépített terület, de nagyon nagy volt. Tehát félelmetes, akkora lehetett, mint maga a hegy. Sőt, szerintem még magasabb. Tehát tényleg csodálatos. Hát a 70 méter, azt gondolod el, hogy ez mit te... Hát 30 méter a domb, 35 méter, az útnál ugye leérnek a szint. Hatalmas. Tehát legyen 60 méter, vagy 50 méter. De nagy volt, az biztos. Tehát ott az a festmény nem mond hülyeséget. Hát meg ráadásul, hogyha megnéz, ugye engem az gondolkoztatott el, hogy a domb tetején ilyen vastag fal van még. Ja, hát, egy 60-as fal vastagság, egy gyerekek. Ha az a vár teteje, akkor az miért méter széles az a fal? Méter, egy 60. Egy 60. Tehát onnan még fölfele kellett, hogy menjen, mert... És ha ez nem... Érted, egy 60-as falat, hát kinek? Hát ez nem egy védelmi hely, különben lent vagyunk a labort alján. Hát minden magasabban van, tehát ez nem is védelmi hely, de minden víz vettek. Kézzel, egész vízben állt. És úgy hívták fel a pársok a fényes hegynek. Csillogott minden kézzel, ahogy sütött a nap, körbe víz, arany a tető, a Solymária, a budaiak érted, úgy néztek ott föl, mert zavartam szegény, hát ez egy csoda lehetett, ha felnézni arra a helyre. Na, tehát nekem ez a legfontosabb, és sajnos a Kurtnál is egyből látszik ez a dolog, hogy itt az Enzmannal beszélgettem a polgármesterrel, hogy egy ízét kellett csinálni a Kutnak, a körgyűrűt, betongyűrűt, 4 méteres. Mert ugye a Kut első része, a törmeli, az egy nagy gödör volt. És ugye a Feld azt a felső szintet úgy alapította meg, hogy az a járószint, és akkor ő azt fel kellett neki betonnal, le kellett támasztani törmeli. Akkorát tévedett, akkorát hibázott. Ez ugyanaz, mint az esztergomi bazilika, amit a oroszlános nem bazilika, nem a kolot, nem kolostor, mi a... amit megtaláltak. Persze, ez a kápolna. Kápolna rész, hol találták meg a törmelék alatt. Igen, van egy például a kápolnát mondod? Ahol vannak az oroszlánok, ahol látsz a kettő. Ja, igen. Azt a törmelék alatt, az ágyú állás alatt. 4 év alatt kiásták a romokból, és 12 évig pingálták, vagy 15 évig. Mikor elviszem a tanítványaimat, akkor azt most már megint... Ja kérem, ez nem szobafestés, ez egy gyalázat, hogy mit csináltak ott. Még nem voltam ott, állítólag már ki van nyitva, de csak bejelentett csoporttal lehet látogatni, majd egy-két dolgot. De mit az óriási, hogyha valaki azt mondja, hogy járószinten a 1 méter 60-as falra, hogy ez a járószint. Jó, és nem mentek le a fal tövében, nem kellett volna menni. Ahogy megtalálták, én ott voltam, a 2005-ben volt a feltárás, ahogy megtalálták a felső szintet, ott megálltak. Itt a vége, hogy se oda lehet építeni, tehát lejjebb nem akartak menni, hogy ott még a fal folytatódik. Most van egy amatőr kérdésem, én mint amatőr, hogy akkor az a Buda jelenlegi, már Budak-Szentlőrinc, ami ja, hát ugye ott van, meg most van. Akkor az Budai Szent, úgy hívják, hogy Budai Szent Pál kolostor, a pálos aktákat csodálatosan jelezve van ezt, amikor a pálosok hazajöttek. Van arra névtitulus, tehát az, hogy... Igen, sőt, hát még a Kisbán neve. Budai Szent Pál kolostor, Kisbán Emil könyvében egyértelműen hát rejtett. Két kolostor, mert ott... Így van, persze, de miért őrizték, arra is megvan a válasz, mert amikor 1526-ban lebombázták a törökök, ugye felégették le. Azt jelenti, hogy előbb rombolták le, mint a várat. Igen, így van. Hogy így mennyire van. Fontos volt, nekik hogy nagyon fontos volt. Hát mert itt volt Óbudán, mert az Óbudát is nyomták. Tehát azt a várat, azt ők nem bántották. A Óbudát és azt a kolostort. Na, itt azért van nagyon... egy összefüggés. Jó, és? Na és akkor ugye lebombázták, és utána elmentek, 41-ig szabad volt a tájék. Mm-hmm. Pálosoknak még... De 29-ben is értem, mert felejtsd el. Még egyszer. Jó, de úgy 41-ig még nem volt az nem szállták meg az országot. Tehát a pálos kolostorok, ahol szanaszét az országban, még működtek. Tehát kellett egy központ, igaz? Ami vezeti. Na most a Szentlőrinci kolostor ugye megszűnt, tehát már csak a romok voltak, de hát itt volt Budai Szent Pál kolostor, ami egy 100 évvel később épült,
Nagy Lajos szinten halála évébe adták át 1382-ben. Egy gyönyörű, hát tényleg hatalmas, hát látjátok, hát a Benzet. Csak a Mátyás melyik kolostorban volt? Itt leste meg a kolostorban. Ez a csapda. Ez kibont vár. Hát itt volt Óbuda. Ja. Nem volt, érted? Hát ez a baj, hát nem gyerekek, hát abból a Budáról nem stimmel az a kolostor. Egyrészt nem verhetett árnyékot a városa, közelében volt ott városa, erdő volt. Igen, a rózsadombra vetett árnyékot. Nem. Jó, tehát mi se vetődjünk árnyékra azért. Na jó, persze, de hidd el, hogy, jó, semmi gond, hogy ezek fontos momentumok, és azért, hogy ott megtalálták a Vörösvármány, a szarkofágját, az meg nagyon egyszerű, ha ez igen. volt a központ, mindent, ami fontos volt számukra, tehát egy ilyen emlék, vagy ilyen fontos dolog, átvittek. Mindent átmentettek, ami még használható volt. És a fontos két oklevét tanúskodik arra, hogy 41-ben Szentölici Korszoba kiadtak két oklevet. Ja, igen. És hogy adtak ki, amikor már nem is létezett? Azért, mert az lett át az, mint az elefánt is átvette a fejét. Elefánt is átvette a koniban a központot. Tehát ez nagyon közel, azt akkor nem hittem. De ez még belefért, hogy ez kőkem most egy pillanat, mert kimaradt itt a munkában valami, hogy tudnék a németi Kálmán neve mondani neked valamit. Most a németi Kálmán, amikor Pest-Buda és Óbuda egyesítése szóba került, akkor írt egy nagy tanulmányt, amiben kimutatja, hogy ezt nem lehet a fővárost Budapestnek nevezni, ezt csak Pestnek lehet nevezni, mert az egész terület, amit mi ma Budának nevezünk, az végig Pest volt, és ő okleveleket, ez egy ilyen okleveleguzi volt, tehát ez egy teljesen... oklevelek hírják. Tehát ez egy feltárt dolog, na most ezt meg lehet szeretni, tehát sokra nem megy. Meg lehet. Sok mindent megerősít. Mi bennünk, azért, igen, azért. Bennünk nem. Ez olyan mélyen hazugság 500 éve. Persze, de most ne velük foglalkozunk, hanem a tényeket. Hát hogy mi erősen. Persze, nem árt azért több irányból. Tudjuk, hogy tényleg végig vezetni. Csak Pest. Csak Pest. És Buda az egy kicsit más. Úgyhogy ő határozottan tiltakozott az ellen. Ha már itt járunk, akkor beszéljük azt meg, hogy hol nem lehetett Buda. Ugye most a Altman Júlia és... De várjál, hadd mondjam, ennyi, ebben szorosan kapcsolódik, hogy akkor a hivatalos Óbuda, amikor ugye kérdeztem, hogy hol mondják azokat a feltárt épületeket, amire hivatkoznak, hogy uraim, fel van tárva, itt vannak a milyen felettes, Kalossza, a Királyvár. Jó, de hát amit feltártak, valóban hatalmas kolostorok. De hogy oda nem volt rájövő, hogy mindegy, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ahol feltárták, az Pest, amit te is mondasz, a híd lábánál Pest volt. Tehát feltárták. Itt semmi baj, jól dolgozott, megtalálták. Egyetlen hiba van, a királyi várt nem lehet oda lerakni. Óbuda várát oda lerakni. Még akkor sem azt mondom, hogy ez egy palota volt, mert mindig ezt mondják, hogy ez kérem azért van, mert ez egy palota. De azt tudjuk, hogy a Óbuda várát, a híres Szikamria vára az a hegyen volt, azt nem lehet. Egyébként ezt a Csemegit tárta fel annak idején, aki véletlenül egy jó gondolkodás valaki volt. A Budai várat? Az Óbudai. Óbudai. És pontosan leírja. 1200-as évek. Tehát ez teljesen... Ja, hogy a valódi tárta. És olyan kicsi, tehát én láttam ezt a... nem láttam, hanem tanulmányoztam. Tehát ez azt jelenti, hogy kizárt, hogy akár csak egy királynői már lehetett. Hát ennyi csak nem lehet, nem életszerű. Ezzel ad vitatkozni. Jó, mondja az, amit feltártak ott az óbudai, hogy mit tártak ott föl. Milyen utcában van ez, mondjam? A Kálvin utca. Kálvin utca, mert ugye ez úgy került elő, hogy volt egy református templom. És ott annak a kertjében találták meg először 1980-ban, utána, és akkor még azt gondolták, hogy a forrásokban olvasható ugye az óbudai prépostságot találták meg ott, mert hogy ugye találtak egy szentét. Csak ugye később folytatódtak a... én inkább az ásványi zentét. Jó, bocsi. Elnézést, hogy így közben nyújtam. Szóval a...
később tárták fel, ugye, vagy később merült fel a Csemegénél az, hogy a szaporodó feltárások tükrében, hogy ez nem lehetett az óbudai prépostságnak a romja, hanem az a királyné várnak a szentélye lehetett. 1943-ban publikálta egyébként ezt az elképzelését, és majd amikor ugye felhúzzák azt a paneltelepet Óbudán, akkor ott szerencsére azt csinálják, hogy kineveznek a Történeti Múzeumban egy régész történész kutatócsoportot, akik amennyire abban az időben lehettek, ugye szisztematikusan feltárták ezeket a romokat. Amennyire lehetett, ugye vannak helyek, amit sajnos nem tudtak megnézni, mert igyekeztek a lakótelep átadással, de mai szemmel is azért elfogadható munkát végeztek. És akkor került elő rengeteg rom. Tehát például ugye én azért lettem ide meghívva, mert szerintem nem csak itt a legismeretlen ember, én annak idején történész hallgatóként én az Ős-Buda kérdésből írtam a szakdolgozatot. Megmutassam, itt van nálam. És nagyon jó. Nem, azóta már rengeteg minden hozzáírni. De abban a gyűjteményed, hogy szikabri a gyűjteményed, az kiváló. És hogy ugye az én állításom, az egyik állításom az volt, hogy mindez az Ős-Buda kérdés azért merült fel korábban, mert egészen az 1970-es évekig ugye ezeket a romokat nem ismertük, vagy csak nagyon keveset ismertünk belőle. Tehát amikor a Sashegyi Sándor mondta, hogy szerint a Pomászki szadomból van Ős-Buda, akkor az egy tudományosan elfogadott hipotézis. Nem volt meg ezek a romok. Hát valamit ismertünk belőle, de az kevés volt ahhoz, hogy azt mondhassuk egészen biztosan, hogy itt voltak. Amikor a Noszlopi Németh Péter ugye megírta ezt a Pilismarótos történetét, akkor ugye ez az ő 55-ben írta meg, de függetlenül attól, hogy ugye a könyv az 98-ban jelent meg a Püspöki kiadónál. Püspöki. Igen, már de Püspöki kiadónál, szóval 1955-ben még szintén kevésbé ismerhette ezeket a romokat. Nyilván én rámutatok a dolgozatban, hogy szerintem ő hol hibázol. Jó, de ezzel nincsen, nem is vitatkozunk ezzel. És vagy honnan is indultunk el? Tehát, hogy ezek miért... Nem, hogy a tanulmányodnak hogy én azért kerültem ide. Óbudából indultunk ki. És hogy Óbuda miért Óbuda? Kálvin és Kálvin és Utca. Csemegi után, illetve amikor előkerültek ezek a romok, az oklevelekben található középkori objektumok, azok tulajdonképpen előkerültek azon a helyen, ahol sejtettük őket. Tehát például az 1950-es években érte egy Jankovics Miklós nevű régész, aki nem ismerte még a Clarissa Kolostor helyét, de az okleveles források alapján nagyjából behatárolta. De nem igaz, hogy az óbudai zsinagógánál környékén kell majd előkerülni, és valóban elő is került, ott van, és láthatóak ezek a romok. Itt írja Bertalanné, gyereke, nem jól látok, olvasd el. Kevés a forrás, ami bizonyítható. Igen, mert Bertalan Miklósné régész volt, és nem ismerte annyira az okleveleket. Nem tudom. Én beszéltem azokkal a történészekkel. Ő az egyik feltárulja ennek a történet. Igen, csak én beszéltem azokkal a történészekkel, akik tudják, hogy ő nem beszélt. De most ellenem mondod azt, hogy nagy gond, mert ez tényleg nagy gond. De a Pest, amiről előbb beszéltünk, itt Pest területén ásnak. Akkor nem lehet mást kiásni. De egy játékra hívom meg Önöket, egy tárgyalást kezdünk, egy alperes és egy felperes, ami egy birtok visszavételéről fog szólni. Tehát a pálosokat én fogom képviselni, és én fogom képviselni az alperest is, a különböző írásokat, amit majd felolvasok, az ellenvéleményt. Az első bizonyíték, amivel megpróbálom az ingatlant visszaszerezni, tehát ennek az ügynek a megoldását, egy festmény.
A festmény itt látható. Ez az a pillanat, amikor a Nagy Lajos király a Szent Pál erekét, a testét, romlatlan testét Budáról egy körmenettel viszik a pálosok főkolostorába, Szent Lőrinci kolostorba. Alperes jelezte, hogy ez a festmény nem lehet bizonyíték, mert nem biztos, hogy így nézett ki, meg lehet, hogy ez csak úgy a hasára ütött a festő, és rajzolt egy vára felé kolostort. Én ezzel sem értek egyet, mert akkoriban ez egy 3x4 méteres festmény, ezt Częstochovába lehet megtalálni, egy komoly pénzért készült, tehát nem engedhette meg magának a festő, hogy nem készült volna ebből az anyagból. Tehát keresett különböző forrásokat, és meg biztosan rá is akadt. Ezt 1630-ban festette, tehát nem volt olyan régen a 1526-tól, tehát közel 100 év telt el. Aztán van olyan ellenvélemény, hogy ugyan mit keres a hajó és a tenger itt a festményen. Tehát ha ez Buda-Szentlőrinc, akkor nem érthető, hogy a tenger meg ez a nagy víz. Igen ám, csak ha jobban megnézzük, itt fönt a körmenet, ugyanaz a körmenet, mint amit alul a képen látszik. Tehát itt a király, püspök, piros ruhában. Tehát egyszerűen térben és időben két dolgot festett meg a... Elfejtettem mondani, Tomás Dolabella, velencei festő munkája. Ez az a pillanat, amikor megérkezik Budára a hajóval, a Velencéből Budára a hajóval a test, és itt fogadják a testet, és viszik fel Budára. A második, mikor egy héten rá Budáról átviszik a Szent Lőrinci kolostorba. Így már meg lehet magyarázni, hogy mit keres ott a három árbocos fregat. Meg háttérben itt van a laguna, nem tudom, jól lehet látni, hogy ott van Velence, a sarokba. Én ezzel a festménnyel, tulajdonképpen akkor korabeli, ha akkor lett volna a fotó, én ezt úgy értékelem, mint egy fotót, vagy egy fotót látnék. Tehát az volt a következő lépés, amikor én ezt megpillantottam, hogy Budához közel valahol kell keresni egy hasonló környezetet. Hát a véletlen segített, én Pest-Idekúton lakom, Solymáron található vár környezetében véltem felfedezni ezt a helyszínt. Na most én itt megcsináltam ugyanabból a szögből a felvételt, mint ahogy a festő festette meg, és bizony nagy a hasonlóság. Csináltunk egy ilyen montást, egy átúsztatást. Gyönyörűen a domborzat kontúrjai fedik egymást. Itt valamikor a vasútállomás, és mai napon egy nagy nádas található, itt valamikor víz lehetett. Mindig bajlódnak az állomásra, a pince beázik, nagy a talajvíz, magas a talajvíz. Még annyit, hogy azért nem lehet ez hasra ütve, festve, mert itt különböző stílusok jelennek meg. A románkori ablak mellett a reneszánsz szögletes. És tudjuk, hogy a kolostor folyamatosan épült, fejlődött. Tehát, ha ez a festő csak úgy hasára ütne és rajzolna is, akkor ezzel nem törődött volna. Tehát ezt pontosan tudták, hogy ez így nézett ki. Olyannyira ismert volt ez a kolostor, hogy Hadnagy Bálint összegyűjtötte a kolostorban történt csodákat. Ide jártak a világból nagyon sok helyről a gyógyulásért, tehát egy szent hely volt, egy csodaváró hely. Tehát nagyon ismerték. Mindenki ismerte, pontosan tudták, hogy néz ki, tehát nem lehetett akármilyen rajzot, festményt készíteni. Na, ez volt az első bizonyíték. A következő bizonyíték két oklevél. 1401-ben készült egy határjáró oklevélről van szó, amiben szerepel Solymár vára.
És az a megdöbbentő, hogy nem Solymáron, hanem Tinje, Perbál és Pilis Csaba határában. Ez a úgynevezett hármas határ. Én akkor gyorsan kirohantam a helyszínre, és megpróbáltam azonosítani a várat, megkeresni. Sikerült, egy vadász elmesélte, hogy neki gyanúsan, furcsán sok követ talált, és valami nem stimmel ott a Szőlőhegy délnyugati részén. Megmutatta a helyet, és észre lehetett venni, hogy ott egy félkör alakú töltés építettek, 150 méter széles és 9 méter magas. Tehát ha azt nézzük, hogy egy Szőlőhegyen miért csinálnak ekkora töltést, nem logikus. Szőlőnek nem kell függőket, viszonylag nagyon rossz minőségű volt ott a talaj, meszes, tehát nem volt értelmes dolog, ha tudom én gyümölcsös tépítek egy vízszintesre vajon. Tehát valószínű, hogy a várnak a helyét találtam meg, komolyabb kutatással meg lehetne találni a várnyomait. Az alperes erre azt szokta mondani, hogy az oklevélben a fordítás nem helyes. Mert való igaz, van egy olyan mondat, hogy a Solymári vártól keletre. És ez helyesen fordítva úgy hangzik el, hogy a Solymári vár felől. Ez tényleg így igaz, ezt ellenőriztettem. De én úgy érzem, ettől még mindig ugyanaz az a jelentése, bár ő úgy magyarázza, hogy a felől az a birtokot jelöli, tehát nem a várat. És azt mondja, hogy a Solymári vár birtok az egy nagyobb területet fedett le. Az azt jelenti, hogy a Solymári vár a helyén volt, csak a birtok határ volt az a pont, a határjáró pont. Nem, Sántit a dolog. Akkor odaírták volna, hogy a birtok felől túrták le a határjelet. Nem volt ott. Tehát a Solymár vár felől, keletre. Tehát ezt nem fogadom el. Ami mellettem szól, két oklevél, amiben azt írják, hogy a Solymári várúr hatalmaskodásával kapcsolatban két dolog hangzik el, hogy a csabai szigeti apácák csabai birtokáról kivágatta a fákat és Budán eladta. A másikban szintén egy másik várúr követel. Tehát ha azon gondolkozom, hogy a fa szükségletét Solymáron lett volna a vár, akkor ott bőven ennek el tudta volna látni, mert hatalmas erdőségek voltak arra, vannak ma is. Tehát valószínűleg a vár ott volt Tinje Csaba közelében, és bizony a vár területe nem volt teljesen lefektetve, a pontos területe. Volt egy másik érv, hogy azért került be Solymára oklevélbe, mert a mostani Solymári vár, amit annak tartanak, központi helyen feküdt, és így a budai káptalan és a földmérés Solymáról indult el. Hát ez is egy képtelenség, ez kb. 25 km Solymár és Tinje, tehát nem tudom, ma még el tudom képzelni, kocsiba ülünk és kimegyünk fél óra. Tehát ez sem igazán egy jogos ért. Én másfél hónapig dolgoztam a Solymári vár feltárásában, így módomba került, hogy tüzetesebben megismerhessem a leleteket, meg a helyszínt. El kell mondanom, hogy a vár pontotta a leleteket. Most körülbelül a 60 láda lelet van, tanaszét a faluban, már nem tudják hová rakni. Ezek a legkülönfélébb leletek, üveg, fém. Ja, hát két évvel ezelőtt egy olyan lelet került elő, ami az országban két helyen fordul elő, Budán,
Budai vár és az esztergomi érseki palotába. Ez a járó, majolika járó tégla, festett tégla. Egy nagyon míves, gyönyörű munka, és ezt is itt találták meg. Furcsa leletek. Aranyozott cserepet találtunk. Tehát elgondolkodható. Azt tudom, hogy ott a Tinnyén található, Tinnye mellett Ajnádi vár, az a hegyen helyezkedik el. Ott próbáltam keresni falakat, körülnéztem, hát semmi nem látszik. Semmi. Az is egy magánvár volt, nem kicsi. Tehát Solymári vár ontja a leleteket. Egy érdekes dolog még, a domb, itt a képen, meg itt, valamennyire látszik. Ez egy kicsit, mintha magasabb lenne, de azért mondom, mert feltárás közben megállapítottuk, hogy itt a keleti oldalon kb. 5 méter törmelék található. Tehát nagy törmelék látszik. Van egy légi felvétel a hegyről, és én most meg fogok kázni, hogy elnézem. Szerintem felveszem a elnyőt, és így folytatom, elnézést. Tehát magasabb a hegy, mint a történelmi időkben. Ezt a régi felvételen nagyon jól lehet látni, mert a szélén egy ilyen perem fut végig. És a falu felől van egy nagy plac. Ott most idén ástak egy kutatóárkot, és benne találtak falrészt. Tehát jóval lejjebb a vár mai magasságánál találtak egy falat, ami azt mutatja, hogy a vár sokkal nagyobb, mint aminek hisszük. Na, ugye ez is egy kifogás, hogy hát ugyan kérem, ez a vár alapterület egy, ez nem lehet egy katedrális, mert tudjuk, hogy a Szentlőrinci kolostor egy hatalmas épület volt, úgy hívták a magyar Escurial, Spanyolországban található egy hasonló, félelmetes nagy, ez is félelmetes. Ha ezt most ezt a törmeléket eltávolítanánk, jóval nagyobb alapterülethez jutnánk. És arról nem beszélve, hogy nagyon magas falak vannak. Egy 40-es vastagságban találtunk falakat, és bizony ez több szint, több emelet. Két nagy torony volt, ami olyan 60-70 méter. Hát sajnos a régész, Feld István, jól dolgoztunk együtt, jó hangulat volt, de amikor én elkezdtem ezekkel a gondolatokkal foglalkozni és nyomozni, ő bizony megmakacsolta magát, és azt mondta, hogy már pedig ez nem lehet kolostor, mert nincs templom. Hát való igaz, templomot nem találtak, de találtak egy 9 méter mély pincét. A 9 méter mély pince az szinte mai viszonyok között kétszintes garázs is lehetne. Tehát nem jellemző akkoriban ilyen mély pince. Rögtön meg tudom mondani a választ, hogy miért ilyen mély, azért mert a törmelék még fölötte van. Az 4-5 métert jelent. Tehát nincs templom, de ha le tudnánk szedni a törmeléket, akkor valószínűleg előkerülnének ezek a falak is. Ugyanúgy járhatnánk, mint Esztergomba a kápolna, a királyi kápolnát, amikor kiásták, szintén a törmelék alatt találták meg, valamikor ágyúállások voltak a török időkben. Tulajdonképpen ez már úgy rendben van, de tudjuk, hogy Buda-Szentlőrinc Buda mellett volt. Erről van egy forrás, aki Egere András, Pálos atya 1660-ban írta könyvében, hogy a várostól nyugatra feküdt, egész nap a fényben úszott, és este a falai árnyékot vetettek a városra. Tehát nem lehetett messze a város, ez akkoriban az Árpád-kori Buda lehetett, az Óbuda. Ez 800 méternél nem lehet több, mert ennél távolabb már szórt fény van, nincs kontúr. Tehát ebből kiindulva, ha ez a Szentlőrinci kolostor, akkor a Buda kutatásnak ez egy fontos pontja lehetne, egy fix pontja. Innentől kezdve a Buda kutatók itt sorakozhatnának a kolostor közelébe,
és indulhatnának el a felfedező útjaikra, és próbálhatnák megtalálni az összes Budát. Mert Buda tulajdonképpen egy terület, egy nagy terület, ahol mindig ott jelentkezett a különböző elnevezés, Óbuda, Újbuda, Ősbuda, ahol éppen a királyi központ fejlődött, ahová tette a székét a király, a királyi udvar. Így volt ez Nagy Lajos idejében is, amikor ő átadta a óbudai várát édesanyjának Erzsébetnek, és ő lejjebb költözött Újbudára, az akkori Újbudára, a később Újbudára pontosabban. Ez ma érzésem szerint az Ürömi hegyek közelében, tehát azon a területen lehetett. Rengeteg metszetet néztem, hasonlítottam össze. Remélem, hogy ma Szántai Lajos barátom is eljön, és meg tudom neki mutatni, mert nagyon sok érdekes dolgot lehet látni. Tehát én akkor elindultam a kolostorból, és az Árpád-kori Budát próbáltam megkeresni. Itt van egy festmény, ahol az a pillanat van, amikor 1526-ban a török megostromolja a kolostort, és egy hirdatlan pusztítás végez, itt ég a ház teteje, begyilkolja, 25 pálos atya hal meg. Na és ebből a szögből festette, ahol látszik a folyó, egy folyó, víz, és mögötte egy város, városfal. Fölötte található az Árpád-kori vár, királyi vár. Na most ebből kiindulva próbáltam beazonosítani a területet Solymáron, és megdöbbenésemre van egy közel ilyen nagyságú, több tagolt hegy, ami ma úgy hívják, hogy Fehérhegy. Pont szemben van Solymárral. A város valószínűleg az Orsan, Pilisi Orsantól fölfelé Vörösvárig terülhetett el. A város ott van a kolostor alatt, ahogy a Egerel András írja, és bizony ott lenn nem sokat található. Én római kori cserepet találtam, ami szerintem nem is római kori, hanem Árpád kori. Na, és felrohantam a Fehérhegyre. Hát kövek, rengeteg kő. Mit mond a kutatás, hivatalos kutatás? Kőbánya. Valamit nem értek, mert a kőbányát én mindig úgy ismerem, hogy azt a hegy oldalából szépen fejtik ki, robbantják ki a köveket. Ez pedig fönt a tetején elvernek a ezerféle darab, mindenféle kő. Hát lehetett, hogy onnan vittek el építkezésre köveket, de az egy másodlagos bányászat. Tehát igazából falakat nem találtam, furcsa, hatalmas tonnás kövek hevernek sorban